üdvözletem mindenkinek, akkor forgatjuk. Most megpróbálom nehéz szinten a visszatöltés nélkül az ember hadjáratot. Ugye, tudjuk, az a legnehezebb, nem biztos, hogy sikerülni fog. Ugye ez lehetetlen kivédeni a kémkedést is így, meg... Üdvözlöm, uralkodó! Gratulálok a kinevezéséhez! Mint az emberi birodalom vezetőjének, elsődleges feladata a terjeszkedés politika folytatása lesz. Az embereknek új lakóhelyre van szükségük, ezért amint tud, hozzá kell fognia a bolygó kolonizálásához. Tartsa a szemét a könyvtestvériségén, egyre nő a támogatottságuk. Még sok gondot okozhatnak. Úgyhogy... Azonnal a szimulációt lerohanás kikapcsoljuk. Az a legfontosabb. Kell egy jó, az biztos. Szerintem két tankokról kapcsolva. Három jövédelmi ágyú, hogyha az dobja a gép először. Hogy ismeretlen hajókkal köszön be, akkor legyen mihez nyúlni, mert még egy kémközpont is kell. A parancsa, indulunk! Csak Lutri, mert ezt kell kolonizálni, mert ez van a legközelebb, tehát a korai felfedezést kell minden áron elkerülni. Tehát ugye a két bolygót találtunk, de még először ezt kolonizik, utána az most luxus, hogy mi oldakot rakjuk és megnézem, hogy mit tud. Ugye lesz az, hogy 4-nél több kémet nem veszek fel. Egyenlőre ezt a kettőt megtartom. És kiképzésre sincsen idő. Később elfelejtsük. Gyerünk is van.
kolonizálót kéne gyártanunk, vagy láztalkos tankot. Ez már először becsinálom a kombinátorat. Jó, nem, Petra nézett először. Igen, uram! Indulok az új pozícióra, uram! Először Petra nézett kell, hogyha kalózokkal kell hadakozni, akkor tudjunk. We have an emergency. A huge alien fleet is closing in. They're ignoring our communications. They have enough ships and firepower to start an invasion. Please, this is an urgent request for reinforcements. Igen, uram! Vettem a parancsot! Na, ezért jó, hogy az ügyvédelmeiben tették, és ráadásul ez a szadabb kezdés, mert ha kalóz bolygót kell foglalni, akkor megspórolsz egy kolonizálást, így pedig eleve handicappel indulsz. Akkor hogy akkor kolonizáltál egyet ingyen, hogyha ez is hogyha nem ez dobja. Hát így viszont szükség van az űrvédelmi ágyukra. Viszont lesz idő még a tetralézert kifejleszteni. Nagyon mással nem is tudok visszalőni itt az elején. És nem tudok kolonizálni sem még. Kifejlesztjük a hajtóműveknek a kombinátorodat. Kombinátorodat, de legalább látni fogom, hogy mi van benne. Hát ugye... sima radarral nem látszik a flottában, hogy mi van, de a kombinált radarral viszont látszik a flotta összetétele. Így ez látod, hogy mi van benne. Mélyű radarnál pedig már a sebességét is látod. A foton radar pedig az álcázott flottát is mutatja. Mennyibe különböznek azon kívül, hogy a hatótáv is nagyobb nyilván egy fejlettebb radarnak. Mindjárt látni fogjátok, hogy kifejlődik a kombinált radar. Akkor már látni fogom az ellenséges flottát is, közben fejlődtek a kémeim. Az egyik lesz a támadó, a másik a védő. Még ez védőkém lesz, úgyhogy azt erősítjük. Ez pedig majd a támadó. Mindenképpen kell a kémekből, még általában csak, nekem csak egy támadó kémem szokott lenni, ahol a beszivárgás a legnagyobb. Hát nyilván, hogyha visszatöltöm a mentéseket, úgy játszok, akkor ugye egyszerű, mert mindent a beszívvágásra, hogyha az alacsony harc miatt, vagy az alacsony lojalitás miatt átáll, vagy kinyírják, akkor itt visszatöltöd a mentést, és nem külön. De hát így most ugye támadóképnek is adni kell a lojalitásra, meg a harcra is valamennyit, de nem lehet azt csinálni, hogy mindéket a beszívvágásra. Mert úgy lesz erős támadóképnek, védőképnek, meg általában 3-2-1 elve a legjobb védőképnek, azért arányosan kell osztogatni. Tehát 3-2-1 arányban kémelhárítás, harc és lojalitás, hát a beszívvágás nem érdekes. Lojalitásra azért nem állt, hogyha van egy kevés, hogy nem tudják átállítani, meg nem fog kettős kém lenni, hogyha elkapják. Inkább kinyilatja magát, ha magas a lojalitása. Hát meg ugye lehet, hogyha annas a lojalitása, akkor elmegy kurvázni, meg kocsmázni a feladata helyett. Lehet mondani, azért némi lojalitást azért is adni kell, hogy tényleg a feladatára koncentráljon, ne pedig ott azért ellógja. A parancsa? Hogy el van valami wellness szállóba, talán egy másik bolygón, aztán visszajön azzal sikertelen. Most vészhelyzet van, úgyhogy az ügyvédelmi ágyukat kell bevetni. Vadász az jónak jó.
lőjétek azt a... Nehéz gombolót kell lőni. Vettem a parancsot! Első körbe. Vettem a parancsot! Azt hiszem, van torpedója a kis köcsögnek. Igen uram! Indulunk! Vettem a parancsot! Viszont csak a nehéz gombolónak van, tehát az... Igen. Indulunk az új pozícióra! Ha elvesztünk egy hajót, akkor nagy bajba leszünk. Oké! Ez így már elintézi. Mindenki innét, uram! Megsemmisítve, uram! Ez az. Viszont ha minden igaz, kapunk egy hajót elve. Nem javítjuk meg. Ezek a továbbiakban nem kellene. Lebontjuk. És akkor visszakapcsoljuk a törköt. Na nézzük, mit kaptunk. Drag buff, ez jó, csak... Ja, az a baj, hogy csak egyes hajtómű van viszont. Ez azért jó, mert egy nehéz lomboló kategória, és egész olcsón lehet gyártani. Mindig olcsóbban, mint a lomboló. És van rajta torpedó, tehát van nézve. Az a baj, hogy hajtóbűből is több, és az idegen hajótervet meg nem lehet átalakítani. De egyébként ez későbbiekben jó lesz, mondjuk tankszállításra, aztán két tankot tud vinni. És nagyon gyorsan le lehet gyártani, mert nagyon olcsó, tehát... Későbbiekben mondjuk tankszállításra lehet használni, vagy bolygófoglalásra, ugye a bolygó nem tud arrébb menni. Csak kell mellé egy azért erősebb flotta fedezet kér, vagy hát ami fedezi, hogy ne támadja meg az ellen. Ez ugye 8-as faktor, tehát az alaphajtóművel 6-tal tudunk menni. Ugye a hiperhajtómű 1 az már 8, 2-es 10. Kivéve az Antalik, ők mindig 2000 faktorral gyorsabbak alapból. Na majd van kombinált oldalunk, még kifejlesztik akkor az MK. Egyes hajtóművet is. Aztán meg ki kell fejleszteni a lánctalpas tankot. Meg előbb-utóbb kell majd nekünk egy kolonizáló hajó is. Igen, indulunk! Gyerünk, mert a... Most az alap két kerekes tankunkkal csak a nem védett bolygókat tudjuk elfoglalni. Viszont arra az is jó, még más nagyon nem, de arra jók. És kell a bevétel, tehát ez sokszor, hogyha már erősebb a főző flottánk van. Hogyha már van egy erősebb flottánk, akkor majd érdemes azt csinálni, hogy egy nem fejlesztjük ki a lánctalpas tankot, mert nincsen idellánk. Ameddig a kolonizáló hajót nem építi meg. A parancsot tettem! Ez csak bevétel rá. Először ezt fogom kolonizálni, aztán a másikat. Bár ugye most gyenge a gyártókapacitásunk, úgyhogy lassan gyárt, úgyhogy mi lehet, hogy tudom mellette fejleszteni is. Most sokáig tartam eddig a kolonizáló hajó fejlődni. Nézzük, mi a helyzet a kémekkel. Hát akkor adunk a beszivárgásra. Először csak arra, most kiképzésre nem küldöm, mert ott drága. Ja, az ötös szintű kiképzés, ami a legjobb, az 20 ezer pénzbe kerül, úgyhogy azt majd csak később fejlesztem fel a kémeket, egyáltalán csak így fejlődjön kémelhárításon valamennyit.
legyen egy jó védőkémünk legalább, hogy a... Aztán majd, ha lefülel ellenséges kémeket, akkor majd még lehet vele valamit kezdeni. Megpróbáljuk átállítani. Például még az lenne a legjobb, hogyha valami jó kémet sikerülne átállítani. A játék elején igazából két dolgot lehet csinálni. Bele vagy kinyírod, vagy átállítod, ha sikerül, csak... Ha nem megy az átállítás, akkor visszaszökhet. Bár az elején még az is jobb. Mert akkor már van egy ismert kém, azzal már nem tudom, hogy csinálni. Ilyenkor az ellennek is még csak kevés kéme van. Akkor még a szabadon engedés is opció, mert már akkor legalább van egy ismert kémünk, ami már nem tudja, tehát azt már még egyszer hozzá nem tudja küldeni, mert ugye már ismerik és azonnal lebukna. Hogyha nem sikor átállítani, csak hát meg még van bannél szökés, hogyha meg kinyírod, akkor meg felvesz egy másikat. Ezt úgy szoktam csinálni egyébként, hogyha úgy rendesen játszok, hogy visszatöltöm a mentést. Amikor, vagy ott elmentem, mikor jön, hogy elfogtak egy kémet. És aztán utána, meg ugye mentés, és akkor megpróbálom átállítani, hogyha nem sikerül, de visszaszökött, akkor visszatöltöm a mentést és kinyírom. Meg ugyanez van akkor is, amikor ugye az én kémet kapják el. Hogy akkor vissza tudom tölteni, hogy vagy megölték, vagy... Hát ezt nem veszük föl. Tehát minimum 3-as szintűeket veszek csak fel egyébként. Utána, hogyha már felfejlesztesz egy párat, akkor már jönnek az erősebbek, és azokat olcsó meg kreditenként 3000 pénzbe kerül fölvenni. Vagy hát ilyen szint szerint, a 20-as szintű kémet felvehetsz 60000 kreditből. És az meg azért jó, mert hogyha te akarnak kiképezni de 20-as szinten, akkor még el kell küldeni egy 10-5-ös szintű kiképzésre, az már 200000. Tehát felvenni olcsó. Meg az embereknél nem annyira erősek a kémek. Hát a Csinadiknál nem érdemes nagyon kémkedni, mert ott eleve a fajnak a bónusza az, hogy dupla eséllyel van a kémeknek. Kétszer olyan erősek, mint máshol. Hát embereknél annyira nem. Tehát itt inkább védekezésnek kellenek a kémek, hogy az ellenséges szabotásokat hárítsa. És nem mindig sikerül, tehát ez a játékban azért nem van, hogy nagyon erős kémeid vannak, akkor is előfordul, hogy betalál egy sikeres szabotás. Hát ilyenkor azért nyilván akkor az van, hogy menteni kell, aztán visszatölteni, hogyha még betalált, mint az egyetlen új hajódat felrobbantják, akkor nehéz helyzetben vagy. Ezért jó, még akkor ennek kell így játszani, mert ellenük nem lehet kémkedni. Tehát sokkal könnyebb velük játszani, mert ugye nem lehet szabotással. És az elején a sikeres szabotás az game over-t is jelenthet. Nagyon könnyen, mert... Hogyha pont a legrosszabbkor talál be, még éppen ezért elkészült egy hajó, amit azonnal felrobbantanak, vagy... Akár, mert meg 100 nap egy szabotás hajó küldetés, és nem tudsz olyan gyorsan gyártani hajókat, akkor előbb-utóbb elfogy. Vagy ha éppen csiki-csukizni kell vele, mert a flottáját nem tudod kinyírni, mert sokkal erősebb. És felrobbantják azt a hajódat, amivel csinálod a csikicsukit, akkor mire odaérsz a főflottával, már tucatnyi bolygót elfoglal. Tudjuk, igen. Jó, hát már épül. Aha, és ráadásul utána még azt mondja, hogy a 10000 lakost el kell érni 20 hónap alatt, ami lehetetlen, még adóellengedéssel is, meg mindennel. Úgyhogy azt nem fogjuk megcsinálni, mert akkor majd jön egy elnye-belnye üzenet, de más nem lesz. És egyébként úgy kell küldetésekben el is foglalkozni, hogy nem mindegyik kötelező, tehát ha nem kötelezőekkel nem kell bajlódni addig, hogyha egyébként nincs rá szükséged. Tehát azt mondja, hogy foglalj el a kalózbolygót, azt érdemes megcsinálni, mert megspórolsz egy kolonizálást. De van ilyen küldetés, ami csak hátráltat. És ha nem kötelező, nem kell vele foglalkozni. Hát egyébként erre is jó a visszatöltős játék, hogyha... Ott simán meg tudod azt tenni, hogy ami nem kötelező, tehát hogyha nem tudod, hogy kötelező-e a küldetés, akkor mentesz. És nem foglalkozol vele, hát, hogy kötelező volt, akkor segbe fognak rúgni előbb-utóbb, hogy miért nem csináltad meg, akkor vissza tudod tölteni a mentést, és megcsinálni.
Csak hát rengeteg például a kalendeknél is ez a kolonizálja 5 bolygót közé 2 év alatt, az igazából az a fejlesztésre nagyon visszaveti. Mert minden pénzt bele kell ölni a kolonizáló hajókba, ráadásul ugye előtte föl kell derítened, hogy legyen a radaron 5 üres bolygó, amit kolonizálsz, és emiatt meg a korai felfedezés is veszélye is megvan, mert igen, nagyon gyorsan kolonizálsz bolygókat, és akkor ugye nagyobb lesz a birodalmad, és akkor hamar felfedeznek. Hogy hamarabb felfedeznek, tehát itt az elején nincs van, de az a... Tehát úgy lehet, hogy legkönnyebben elveszett a játék, hogyha felelőtlenül gyártod a kolonizáló hajókat a hadihajók helyett, és nagyon sokat kolonizálsz, akkor mert minél több bolygót van, meg minél nagyobb birodalmad, annál korábban fel fognak fedezni. És mivel a többi faj meg alapból nehéz korvettekkel, meg lánctalpas tankokkal indul. Bár még az annyi nem igaz, mert ők is úgy indulnak, mint te, hogy egy bolygóval, 3 lombolóval, meg 2 kerekes tankkal, meg 8 vadásszal, viszont neki megvannak a tervek, és már a játék elejétől tudja gyártani a nehéz korvetteket, amit megkap ajándékba, meg a lánctalpas tankokat. És először minden faj azt csinálja, hogy a hadi erejét növeli, tehát egyből hajókat és tankokat gyárt, és csak később kolonizál. Tehát először legyárt mindig egy pár lánctalpas tankot. És utána, tehát azért kell gyorsan azért meg előrehozni a tankfejlesztést mindig, mert ugye, hogyha kifejleszed a lézertojat, mert a gép az lineárisan fejleszt, hogy mindig épít egy labort és kifejleszt mindent, amit ki lehet. Tehát hogy épít egy kutatóközpontot, először újhajót, aztán tankot, aztán épületet, és kifejleszt mindent, amit ki tud, és hogyha már mindent kifejleszed, akkor épít megint el. Tehát azt csinálja az étozai, hogyha már van egy űrhajó tank és egy épület laborja, akkor amit mindent kifejleszett, épít még egy űrhajó labort, kifejleszt mindent, épít még egy tanklabort, kifejleszt mindent. És ezért például a lőtáv növelőt azt nem tudja kifejleszteni addig, ameddig nem épített legalább minden laborból 2. Mert sőt, meg nem fejleszted ki a nehéz lombolót, meg a többit az űrhajó labornál. Csak utána lesz 3 kutatóközpontja. Tehát egészen addig, ameddig nem foglal el egy másik birodalmat, és lesz kutatási kapacitása, addig így dolgozik. Meg ő soha nem kapcsol ki épületeket. Tehát láttátok ti is, hogy én úgy csinálom, most is, hogy ugye építettem először két, vagy van a bolygón 2 űrhajó labor és 2 tanklabor. Tehát összesen 2 laborra van kapacitásunk, most már van. Úgyhogy mindjárt építeni kell egy másikat, mert lesz most már 3-ra is. Tehát akkor jön majd azt, hogy kifejlesztem a nehéz gombolót, az lesz a következő. Amint lesz rá pénzem, nyilván, most még nincs. És akkor nyilván, és akkor csak azt tartom bekapcsolva, amit éppen szükség van, és így jobban lehet fejleszteni, hogyha nem várom meg azt, ameddig lesz még több bolygóm is. És kutatóközpont, a gép az ilyet nem csinál, tehát hogyha nincs elég kapacitás, ez energia, munkás, vagy bármi a bolygón ahhoz, hogy működtesse az épületet, akkor nem építi fel addig. Tehát ez kell el kihasználni ellene. Mindjárt kész van a kolonizálón. Igen. Tudom, hogy a labort tovább tudjak fejlődni. Viszont ezt az adókkal kapcsolatos dolgot, ezt szerintem a gép is csinálja. Hát most már van egy bolygónk. Hát most már kapcsolgatjuk az adót. És akkor most mondja, hogy 10 000 lakost el kell érni. És anélkül kell, tehát ott csak adóelengedéssel lehet, az viszont nagyon visszavet, hogyha nem szedem be az adót. Akkor nem lesz pénzem semmire, plusz előre kéne minden szart felépíteni, tehát nem tett. Hát és ez egy elég szart bolygó, mert csak 75-ös a gyártókapacitása, tehát ezt még gyártónak sem tudom használni ezt a bolygót. Úgyhogy majd építenem kell még egyet. Ó, az Isten, vissza meg, most megint csak én.
addig kikapcsoljuk a gyárat. Már nehéz, hogy a bogót ki kell fejleszteni. Jó, ugye embereknél a torpedót az nem, hogyha a játékhelyzet nem követeli meg, hogy védekezned kell távolsági fegyverrel, akkor a torpedót nem, mert később nem tudod használni, mert a klaneneknél van külön felszerelési hely a torpedónak, az embereknél nincs, tehát a pajzsok helyére lehet csak tenni, viszont pajzs nélkül meg nagyon gyengúszok a hajók. Tehát akkor a torpedóért inkább pajzsot pusztít. Corvette szintűen már van paralizáló, és akkor az jobb távolsági fegyver, tehát hogyha akkor Corvette-ig nem kell harcolni, akkor inkább azt. Akkor inkább azt fogom kifejleszteni. És a nehéz gombolgó gyártást is kihagyom. Mert a tankból viszont nagyon gyorsan ki kéne fejleszteni a lőtáv növelőt. Meg kolonizálnom kell még egy bolygót, amin majd tudok majd gyártani is, mert ez nagyon gyengusz gyártó bolygó, tehát ezt nem annak fogom használni. A fejlesztés befejeződik. Általában az a legjobb stratégia, hogy a gyártó bolygót az a második bolygó, amit megszerzem, hogy az első kolonizált, az legyen a gyártó. Tehát akkor célirányosan úgy kell kolonizálni, hogy az legyen. És hát ez a nehézség, hogyha mentés nem töltöd vissza, akkor nem tudod, mert nem teszel rá műholdat, mert az drága. És az nagyon visszere, tehát 3000 kreditbe kerül egy műhold. És az majd, és ilyenkor meg szükséged van mindenfélére, tehát az nem fél bele, hogy akkor még azt is, az is átlátasson. Tehát minél gyorsabban el kell menni addig, hogy legyen. Na. És akkor... És előbb-utóbb kell nekem még egy kolonizáló hajó, csak hát ahhoz meg kéne még a Della. Úgyhogy meg elkezdek kolonizáló gyártani, akkor az nagyon visszavet. De előbb-utóbb meg építenem kell egy tankgyárat is, hogy a tankot akarok gyártani. A fejlesztés befejezi. Muszáj kolonizálót építeni, megint. De ki kell fejlesztenem a lézertornyot is. Mert azzal egy darabig lehet védekezni. Egyébként meglepően sokáig ki lehet húzni lőtávnövelős lézertős tankokkal, mert nagyobb a lőtávod, mert sokáig az ajándék ezért tankja így gyártja. Hát ugye itt most még eléggé gyenguszka a bevétel, de legalább van. Tehát ugye a 3-4 bolygóval már egész jól lehet fejlődni. És mindjárt elfogy a pénz. Most ráindítsam, nem lehet még ráindítani, nincs még annyi fedezetünk. De, na próbáljuk meg. Nagyon gyorsan fogja leszívni a pénzemet, hogy jön nézni. Jó, hát hagyjuk a picsába, most nem fogok azért a csempészni, az bármikor elkaphatom. Ami azt hiszem megvan már a kettes hajtómű, tehát elvileg el is tudnám, csak fel kéne szerelni a hajóra, arra meg most nincs pénzünk, úgyhogy menjen a picsába, majd elkapjuk később. Most segbe fognak rúgni, hogy nincsen populáció. És ennyi. Egyébként nem történik semmi ilyenkor, hogyha emiatt segbe rúgnak. Reméljük ez már jobb bolygó lesz. Meg fog lépni. El fogom tudni elkapni, meg lép. Ez viszont egy jó gyártó bolygó. Ezt kellett volna előbb kolonizálni. Hát csak hát ugye nem tudtuk, hogy ez lesz a jobb.
Hát, ja, építünk egy űrhajóra volt, oda és akkor az meg lesz. Nem, most nem veszünk fel a kémeket egyenlőre. Beszivárgó kémünk, vagy egy ilyeti támadó, vagy egy viszonylag. Új kém érkezett a központunkba. El tudod kapni? Na, már megint? Ez viszont egy ötös szintű kém, ezt lehet, hogy érdemes lenne fölvenni, de... De most nincs kapacitásunk rá, de most nem vesszük föl. Ugye, igen, két ötös szintű kémünk van. Új kém érkezett a központba. Új pozícióra, uram! Most nem érdekel, most elküldt. Tesszük föl. Jelentkezem, urak, az új pozícióra, uram! Amúgy el tudnám kapni. Csak, na, most elkapjuk, kapjuk el. Nem mintha sok értelme lenne egyébként. Támadásra felkészülni! Már talán némi pénzt kapunk érte. Van egy nehéz rombolója. Nekünk meg van 45 tűzövei, de ugye hátrálunk, hogy a vadászokat kinyírjuk. Igen, uram! Értettem! Indulunk! Értettem! Indulunk az új pozícióra, uram! Hát igen, egyébként most kéne a torpedó. Vette a parancsot! Indulunk az új pozícióra, uram! Pont kiválasztva, a parancsol. Leállított. Várom a parancsát, uram. Oké. Okay. Ha egyet kinyírunk, akkor már... Ahogy ti nem bánt. Király. Meglépünk. Biztos benne, uram. Akkor megmondjuk egy mínusz. És remélhetőleg nem fog hajót elvenni. Általában, hogyha csodatér szerintem vonulsz vissza, akkor nem veszel. De persze előfordul, hogy mégis. Várom a parancsát, célpont kiválasztva. Nem, most már csak korvettet fogok fejleszteni. Úgyhogy felépülnek a laborjaim. Okay. Úgyhogy csak csatatért fele hátrálunk, az mindig. Értettem. Indulunk a pozícióra. Az mindig bejönne, hogy a csatatért felé. Igen, uram. Indulunk az új pozícióra, uram! Aztán megpróbál bármány szétlődni legalább egyet. Vette a parancsot! Indulunk a pozícióra! A parancsa? Támadásra nem mindig sikerül. Ápoci nem bánt! Biztos benne, uram! Nem, mert még azt szokott bejövős taktikákkal lenni, hogy... Hogyha egy hajó támad, akkor azt hátrébb kell vinni, és akkor azt ameddig kergeti, addig lehet a többivel öldözgetni. Igen, uram! Indulás! Talán sikerül azt az egyet kivonni. Várom a parancsát, uram! Feltéve, hogyha volna annyi eszük, hogy nem mellé lének állandóan. Igen, uram! Vettem a parancsot! Célpont kiválasztva. A parancsa?
nyáron. Oké! Vette a parancsot! Indulunk! Az, jó, oké. A parancsot. Most meg azt lövítek. Oké. 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 Igen, uram. Indulunk. Indulás! Vigyen ki innét, uram! Nem, na, még egyet. Csak mellői mellé, ez az. Jó van. Vigyeltem csatában, hogy vannak annál pontosabbak. Ami az egész játékban egy fegyver van, amivel sose lőnek mellé, az a hamvasztó sugár, de azok a Lahennek-nél, meg az Ibelonnak-nál, meg a Tolvanek-nél nem csak. Na, legalább kaptunk pénzt. A némi jó is benne. Ez például ez mi? Igen? Vettem a parancsot! Igen? Igen, uram! Indulás! Egyébként szoktam írtani a kereskedőket, ezért a sinálikat lehet felegyengíteni, viszont küldetésben még mindig menteni kell előtte, mert van, amikor azért flottával jön rád. Azt már nem biztos, hogy ki tudod nyírni. Majd ha már lesz korvettem, akkor már azzal vissza lehet neki lőni. Vadászait kell kiírni először. Egy megvan. A parancsa, indulás! Az a lényeg, hogy... Vettem a parancsot! Igen, meg kell ritkítani, hogyha... Értettem. Minden rohamban legalább egy hajót tudok nézni, akkor más ima így. Értettem. Igazából meg a nehéz lombolója az, amelyik veszélyes. Az a alap lombolója, úgy látom, hogy csak alaprézel van rajta, az meg ugye csak... Csak 20-as kér, hogy tűzelőt érjen. Ez tűzve talán meg lesz. Indulunk az új pozíció. Oké. Indulunk a pozícióra. Indulunk. Visszavonulásra felkészülni. Jó, most már csak két rombolója van. Mert sikerült a nehéz rombolót is lecsapni. Minden más ima így. Szerintem minden már visszavonulás nélkül is menni fog. Támadásra felkészülni? Lőj szét. A parancsot. Indulás! Kész. Indulok a pozícióra. Ezért ezzel nem kapunk Dellát. Oké, na, amint ez felépül, megy rá a tangyár. Csak már látszalapos talpottat, akkor is gyártani kell. Sőt, lehet, hogy ha nem fedeznek föl... Hát, most szerencséd van, mert pont ott vagyok. Valamennyi pénzt ad. Jó. Vettem a de legalább adott némi pénzt. Aztán meg kifejeztük a paralizálót, és akkor már is van egy korvettünk paralizálóval, azzal már lehet valamit kezdeni. Adok egy keveset a lojalitásra is, mert az nagyon gyenge. Új kém érkezett a központra. Megépítünk egy kém központot is, már azt is régen építettünk.
kész a korvett, akkor azt is építjünk. A tangjár az kell most már. És akkor egyenlően akkor a kolonizálást befejezzük. A fejlesztés befejeződik. LCM és a polarizáló kell majd. Ja, a torpedók ellen tudok védekezni LCM-mel. És kell egy korvett legalább. Paladizáló, meg távolsági fegyver. És még elfogy a pénzemmel megint. Csak az... A fejlesztés befejező. Szokás szerint, aztán majd a gyártást áthelyezzük ide, hogyha már lesz elég pénzünk. Polarizálós polgattel már lehet ide menni. Na, hát igen, a könyvtestvériség az így néha fog, meg előbb-utóbb majd megtalálják az egyik kis kristályt, és akkor majd utána is ott szórakozni kell velük, de remélhetőleg addig van már lesz. A fejlesztés befejeződik. Úgyhogy utána majd kifejlesztjük a polgatt, de ebből a legjobbat. Tehát polarizáló az mindenképpen kell, meg majd fog majd kelleni szerintem ágyú is a polarizáló helyére. Meg majd meg pajzs. Meg a hármas hajtónál úgy fejlesztünk ki először. Energia pajzs, mert az olcsó. Egyébként pajzsot azt ilyenkor kell fejleszteni, mert egyébként, hogyha van rá lehetőség, akkor inkább egy erősebb hajótestet, mert általában mindig az van, úgy nagyjából, hogy egy új hajótest az pajzs nélkül nagyjából annyit bír, ugye HP-ba. Látjátok, hogy most pajzsal 34-es tett a HP-ja, a rombolón a 15. Mondjuk arra nem tudsz még pajzsot tenni, ennek meg 10. Tehát nagyjából annyi a HP-ja egy új hajótestnek, mondjuk egy nehéz korvetnek, pajzs nélkül, mint az egyel korábbinak elérhető legerősebb pajzsal. Az erre még a kinetikus pajzsot fel tudom tenni, amelyik erősebb. Egyébként itt lehet nézegetni, hogy melyik fejlesztés mire jó. Tehát ez 15%-kal erősíti meg, ez 30%-kal. De majd azért a hiperhajtóművet is fejleszteni kell, mert ugye általában az a lényeg, hogy gyorsabb legyél. Sokáig kettes hajtóműben van az ellen, tehát a hármassal legalább gyorsabb tudsz lenni. Tehát mondhatni, hogyha nem akarod, nem lesz szűrt csata. És ez nagyon hasznos dolog. Jó, legyen. Azt megadjuk neki. Meg most már tankot is gyártani kell. Előbb-utóbb. Tehát amint legyártódik a korvettem, utána a tankot is gyártunk, sőt utána... Na, azt kell csinálni majd, hogyha már eladtunk a korvetteket, hogy eladhatunk például egy rombolót. És akkor lesz pénzünk. Meg gyártanunk kell egy pár tankot. Tehát legalább annyit, hogy minden bolygón legyen egy. Az ma alapjában van. Na, vissza meg, és már jönnek. A fejlesztés befejeződik. És azonnal a hadat fog üzenni. Itt ugyan van már diplomácia, ellenben a Klaheneknél se diplomácia, se... ugye, gémkedés, se kereskedelem. Itt van, de... Na szóval, de... Nem van. Legjobb, tehát igazából nem tudsz csak úgy békét kötni. Tehát ilyenkor felfedez, akkor szinte biztos, hogy azonnal hadat is üzen. Nagyon, nagyon gyorsan hadat fog üzenni. Hát azt mondja, hogy ez kb. 6 bolygója lehet. Viszont az Iberon az olyan szempontból jó, hogy ők a szomszédaink, hogy a nagy része a bolygóinak az nem védett, mert nem épít erődöket. Tehát gyakorlatilag egy tankkal lehet foglalni. És ha ott hagyom a lézertornyos tankot, akkor azzal... Igen, uram!
Tehát az, azért kell a hármas hiperhajtómű most, mert hogy gyorsabb legyek nála. És így nem lesz jó csata. Így van. A parancsa? És amint elkészült egy tank, azt visszük és keresünk egy bolygóját, amit tudunk foglalni. Vagy egyébként lehet kémeket küldeni bolygóinfóra. Csak mi alacsony a lojalitása, nem biztos, hogy üdemes, mert ha elkapja, akkor annyi, mert akkor buktam egy kémemet, de megpróbáltjuk. Bolygóinfó szerzésre elküldeni, 90% esélye van, hát remélhetően nem üres kézzel jön vissza. Jelentkezem, uram! Igen, uram! Viszont vigyázzon kell az ibedonokra. Vissza meg. Jön a maffia. Members of the crime syndicate have occupied the government buildings on our planet and are trying to seize power. They seem to be working with a group of pirates and already control the force. Ezt viszont meg kell csinálni. Mert különben azért több bolygóra is átterjed, és akkor azért és előbb-utóbb a bolygódat is elbukod. Két rendőrséget kell építeni, az megcsinálja, csak most az a lehető legrosszabbkor jött. Mert most másra kéne a pénz. De nagyon másra, tehát csinálunk ilyen kéne még minden mást is, amikor kutatást akar állítani. A kéne visszatért. Indulok a pozícióra. Jó messze van. Na. Ő viszont fejlődött. Akkor egyenlőre ennyi most. Nem reszkírozom meg, hogy... megint. De legalább nagyjából tudjuk, hogy merre jár. Ott fent van egy bolygója, tehát a birodalma az arra van. Értettem! Indulok! Indulok az új pozícióra, uram! Tehát akkor nem valószínű, hogy elfelejtkezhetik, hiszen miért ment a flottája arra? Várom a parancsát, uram. Értettem. Egyébként minden... minden ezért a hajója, mert a... Irodalom hadat üzen egymásnak. A kurva anyádat. Diplomáciai üzeneted érkezik. Igen, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Szóval van már egy paralizálós korvettem az a elvileg, le tudom csapni csak. Hát ez most nagyon rossz kor jött. Aha, és akkor itt van egy csempész központ, meg itt vannak ilyen új... pénzbehajtó, tehát hogy itt a rendőrség. Testőrség, igen, detoxikáló. Tehát itt a besúgó központ. Fegyver központ. De építek két rendőrséget, az lecsapja. A parancsa. Meg hordunk tankot is. Okay. Előbb-utóbb itt fog jönni. Valahol. Errefele lehet valahol a flottája. Indulok a pozícióra. Na, mert nézzük, mi van benne. A parancsa. Indulás! ECM-ük van, korvettem? Van, jó. Tehát torpedója biztos van. Az Iberonnak nagyjából ugyanaz a fejlesztési iránya, mint a Krahennek. Tehát gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanazt tudja fejleszteni, tehát torpedója tuti, hogy van. Viszont mivel csak 6 flotta menetel, megvan a 3 alap rombolója, meg elvileg nehéz rombolója lehet. Jó kérdés egyébként, hogy na. Ennyi, jó, oké, megvan. És a gépágyús erődöt megkaptam, hát mondjuk örülök neki, de... ez megvan, akkor még... Lánszalak most tankot gyártani kell, mert így tudok majd tőle bolygót foglalni, úgyhogy ott hagyom a tankokat. Na nézzük, mi van. Jó, az alap lombolója megvan, de van már nehéz lézere. Van nehéz lombolója is. 150-es tűzerővel, tehát... nehéz lézer, meg torpedója van valószínűleg. Neki meg egy ilyen alap falsos korra. Van paralizáló, meg az LC, ami eltéríti a torpedókat, tehát az meg rengeteg vadásza van, tehát azokat így... Nekem meg csak tetva lézerem van, vadászokat meg csak lézerrel egyre bánni, viszont van paralizálóm, az meg... meg a paralizáló az ilyenkor itt, hát most mellé lőtt, nem baj. A két hajóját már kilőtte.
Tehát ez jó távol segít meg a paralizálókhoz, hogyha nem is gyilkolja meg azonnal a hajót, de megbénítja. Tehát addig nem tud mozogni. Na megint mellé léptél, viszonyen. Nem leszünk így jóban. Igen, most betalálna a sikeres hajószabotás, akkor szar helyzetben lennék, hogyha pont a korvettemet robbantanál föl, és általában ilyenkor az betalál, akkor mindig a legszabadabb, vagy hát mindig a legjobb hajót robbantja föl, ez mindig így van. A parancsa. Tehát előbb-utóbb majd gyártanom fel még egyet. Tehát legalább két jó hajónak lenni kell. Viszont így majd, hogyha már lesz két korlát, akkor el lehet adni a lombolókat, és akkor lesz pénz. Mindig volna, hogyha egyszer el is találnád, nem csak mellé lénél. De tudnék neki örülni. Egyszer legalább nem mellé lőtt. Vette a parancsot! Vette a parancsot! Indulunk az új pozícióra, Vanászokkal szanna. Még egyet lő a paralizálóval. Aha, mindjárt feltöltődik. Az emberi falnak nincsen az a szuper fegyvere, mint a sinaliknak meg a helyeknek. Viszont ők tudnak fejleszteni antonyos sugarat meg paralizálót egyszerre. Senki más nem tud. És ilyen szempontból viszont az jó. Mert lehet tűzszünetet kérni diplomácián, aztán... És már azt tudjuk, hogy van torpedóra. Tehát a találmányokat is lehet itt lopkodni kémekkel, de most a torpedót nem érdemes ellopni, mert az amit tudok kezdeni. Jelentkezem, uram! A vadászai megmaradnak, az nem baj. Mert azokkal nem tud bolygót foglalni igazából, az a lényeg, hogy tankjai ne legyenek, mert utána a bolygóinkra már veszélytelen. Addig kell megcsinálni, hogy ne legyen veszélyes a bolygóra. Egyikre se. Indulok az új pozícióra, uram! Vette a parancsot! Igen, uram, vette a parancsot! Vadászokat meg folyamatosan gyártja, mert most megint több van neki. Visszavonulás! Viszont nincs hajója. Tehát innestől kezdve, hogyha hajója nincs, akkor tankja sincs. És innestől kezdve meg a bolygó, mire már nem veszélyes. Azon a bolygón még nincs tank, igen, a többin van. Jó, oké, király. Várom a parancsát, uram. Indulunk az új pozícióra, a pozícióra. Jelentkezem, uram. Azt letesszük. És eladunk egy gondolót. A másikat még nem adom el, mert talán betalál egy szabotás, akkor az még jól fog jönni. Adunk a lojalitásra. És hogyha megint jön a szuper kém, akkor fel fogom venni. Az anyádat, ja. Jó, mindjárt meg lesz, igen, jó, csak... Igen, uram! Éppen ezért... Uram? Melós nem volt hozzá, aki megcsinálja. Új kém érkezett a központodba. Így megjött a Square Game, jó, akkor azt mindjárt felvesszük. Amint tudom. Az nem baj, hogyha van még egy ötös szintű kémem. Indulunk a pozícióra! A fejlesztés befejeződött. Jó, hát... Értettem. Találok egy vételen bolygót, akkor azt ki tudom nyírni, és egyébként erődöket nem épít, úgyhogy gyakorlatilag... Elfogtunk egy ellenséges kémet. Bá. Na. Kezdődik. Jó, őt felvestük. Oké. És van egy plusz kémünk is. Ő egy ötös szintű, akkor őt... Ezért menjen kéne elhárítani, és ő is egy ötös szintű kém, király, akkor... Most sikerült egy kémet lefülelni. De egyébként ebből is látszik, hogy készül ám valamire. Uram?
Indulunk az új pozícióra, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Igen, uram. Indulás! Viszont messze van. Hát egy bolygóját találtuk meg, majd elküldöm még egy ilyen bolygóról, hogy hátra van közelebb is. Értettem. Oké. Vedd el a parancsot. Értettem. Értettem. Igen, uram, értettem. Ez az! Mert az jól fog majd jönni, hogy egy-két étlen bolygóját le tudom szedni, mert... Pozícióra, uram. Igen, uram. Kell a jövedelem. Fő bolygójának nem szabad még neki menni. Mert ott valószínűleg űrvédelmi ágyúkkal is véd, viszont általában csak az anyabolygóját szokta űrvédelmi ágyúkkal védeni. De a nem védett bolygó is simán lehet foglalni, és azok is jók. Aztán későbbiekben meg már neki lehet menni, plusz hogyha csak az anyabolygója megvalad, az is nekünk dolgozik, mert akkor meg ott kell járőrözni mellette, és előbb-utóbb fog kolonizálni, és hát persze nekünk kolonizál. Indulunk az új pozícióra, uram! Indulunk! Indulunk az új pozícióra, uram! Töltőmentén viszont. Viszont most már muszáj néha mi holdakat is nézni. Mert nem tudhatod, hogy milyen bolygó. Bár az Iveronnál erődje nincsen, de hát... Hogyha nem üdvédelmi ágyúval védi, akkor nincs baj. Hát azzal védi, akkor van. De az ország nem az anyabolygója, úgyhogy az... Megpróbálok neki menni. De a lézer kicseréljük nehézre, meg a pajzsot kinetikusra. Mert azt nem cseréljük még ki egyenlőre. Meg majd fejlesztünk radarat, hogy a sebességét is lássuk. Ellenséges flottát észleltünk. Igen, indulás! Igen, hát akkor lecsapjuk. Még nem fog olyan hajókat csinálni, ami veszélyes rám. De hamar leszette a pajzsomat is, igen, mert az alappajzs az csak erre jó. Viszont van nehéz lézerem azzal, mert eredményesebben lehet gyepálni a vadászokat is. De előbb-utóbb kell majd még egy korvettet is jártanom, mert egy kevés. Volt a szem 60 vadásza. Párat sikerült leszedni. Egész pontosan 16-ot. Na jó. Hát 44 maradt neki. Ha sikerülne felrakni azért a... Hát jó, de most legalább feltöltött pajzsal megyünk neki a csatának. Legalább ez az előnyünk megvan, de... Sokan mondjuk nem megyünk bele. Indulok az új pozícióra, uram! Vettem a parancsot! Kéne az az azért pajzs. Oké. Fejvettem. Ez az! Na de se baj. Indulok az új pozícióra, uram! A parancsot! 8-at leszedett. Ez az! Indulok az új pozícióra, uram! És ráadásul ő támadott vissza. Ezzel a házhoz ment a lófaszél, nem tudom ez neki miért volt jó. Én nem akartam megtámadni, mert valami unalmas lukat, mikor a vadászokat így öldözgeti. Van egy ilyen nézed is, amikor egy vadász szemszögéből nézed. Ja, ez is a vadászokra vonatkozik, hogy védekezzenek inkább, vagy támadjanak, de mivel vadászokkal én nem harcolok, mert igazából semmi értelme nincs a vadászoknak. De látszik, hogy néha azért betalál egy, de most már meneküljünk, mert... Nem vonulok, de a időben vissza is kinyírják a hajót, az szívás. Hát... 44 volt, maradt 28. Igen, uram! Támadásra felkészülni! Most már
támad vissza. Elfoglaltál egy bolygót. És egy tankot ott hagyunk. Ez egy frissen kolonizált bolygója. Eladjuk róla a gyártóépületeket, és lesz pénzünk belőle. Meg akkor gyártunk még egy korvettet. És nézzük, hogy ez hogy van még a közelbe. Visszafoglalni nem fogja tudni. Vettem a parancsot. Az csapda. Szóval ide most neked nem tudok segíteni. Célpont kiválasztva. Megreszkírozzuk egy tankkal. Elfoglaltál egy bolygót. Yes. Imádom az ilyen bolygókat, amin nincsen. Semmi. Igen. És akkor most szépen visszamegyünk a tankgyáros bolygónkhoz, és hozunk még. Oda megyünk ezzel az egy rombolóval. Valószínűleg levelnek, mint vaka poharat, de... Mindegy. Meg ugye csapda. Elfogtunk egy ellenséges kémet. A fejlesztés befejeződik. Nem megszökött, de nem baj, mert... Az se baj igazából, hogyha megszökött, mert... Ugye azt még egyszer már nem tudja hozzánk küldeni. Nézzük, hogy állunk kémekkel, hát mondjuk... Én erősebb vagyok, ez mindesetre biztató jel. Viszont neki meg több bolygója van. Ami egyébként jó nekünk. Mert ez általában foglalható bolygói vannak. Támadásra felkészülni! Hát... Hát igen, most nincsen távolsági fegyverem. És sok vadásza van. Meg van torpedója is, hát akkor ennek ennyi. Na jó. Ellenséges flottát észleltünk. Ó, tankja is van. Igen, uram. Nem, nincs tankja, akkor az mozgásod, de biztatójá, hogy nincs tankja. Várom a parancsát, uram. Akkor mindegy, akkor a bolygókra veszélytelen, akkor az nem érdekes. Indulás! Új kém érkezett a központodba. Viszont most lecsapjuk. Nézzük. Adjunk neki kémelhárítást. Őt nem vesszük föl. Van most elég kémünk, nem kell fölvenni újakat. Van 4, az már úgy kezdetnek elég. Elfogtunk egy ellenséges kémet. Ez az. Ja. De hogy kell itt felvenni kémeket, jönnek ők maguktól. Fejlesztünk fel, most már tankot is kéne. De most van két fullos korvettünk, az kezdetnek jó. Viszont mivel még játékban vannak a helyen, kell majd csatahajókat is fejleszteni. Egyébként máskor nem kéne, de mivel a helyen játékban van, még kell. A parancsa? Két birodalom hadat üzent egymásnak. Na, pont ez hiányzott most nekünk. Diplomáciai üzeneted érkezett. És én meg fogalma sincs, hogy merre járnak. Na, jó, mert csak lánctalpas tankja van. Ágyi utat onnyal. Ez jó, viszont így gyártja a tankokat. Tehát most van, azt mondja, hogy mennyi tankja van. 6, 8, 10 tankja van. Várom a parancsát, uram. Az jó, mert nekünk csak 2 szóval. Támadásra felkészülni! Vettem a parancsot! Indulás! Indulunk a pozíciónál! Igyekezzük, okay. Utálon kívül maradni. Célpont kiválasztva! Okay. Gyere!
Többi az már csak kerekes azokkal, mert azok egyszerűbb lesz a helyzet. Azt fog ide érni, a helye van most. És akkor most újra tegye. Baj lesz. Elérünk a széléig, ezzel nem tudok hova menekülni. Nem sok elege lehetett már. Nem baj, idevel nem tudtam kokat felvenni. Honnan jön a kodan a kurva életbe? Honnan jön? Azt nem tudjuk, hogy merre van a kodan, az a baj. Viszont a kodan a másik, amelyik nem épít elődött, úgyhogy az meg egyébként arra ez jó, hogy... És minden bolygómon van tank, szóval remélhetőleg neki sincsen, viszont a... Godan flotta viszont szart, mert neki meg van paralizálója, meg torpedója egyszerre, és így középjátékban nagyon erősek, mert nem tudsz ellenük védekezni. Úgyhogy a Godan flottát el kell kerülni, a bolygóira kell rámenni. Igen. Valószínűleg ez lesz amúgy a bolygója. Ellenséges flottát inszeltünk. Ja, csak a népesség növekedés az nem jó ahhoz, hogy gyártót csináljunk rá. Neki sincsen jó kapacitású gyártó bolygója. Mindegy, nem tudok más csinálni. Nézzük, hogy állunk a kodanokkal. Hát legalább annyi bolygója van, mint nekem, tehát... Az Iberonnak is van még, az a baj. Leszedjük. Na, pont ez hiányzott még. Ez a másik szalküldetés, hogy ezeket meg állandóan dézsmálják a kalózok, viszont leköti az egyik, azért leköti a flottámat, hogy állandóan ezeket kell kísérgetni. Ha meg nem csinálom, akkor meg bukok egy csomó pénzt. Nincs rajta gyár, nem baj, de viszont a jövedelmem ott kell. Igen, uram! Indulok! Igen. Á, vagy ennyire. Ugyanúgy majd a Godanoktól is el kell szedni egy pár bolygót. Elvesztettük a pajzsunkat. Viszont tényleg a hajói nagy részét vesztette el, úgyhogy egyenlően... Én még én jelen. Ha most ennek a korvettek, az már baj. Na jó. Futás! Menjünk. Igen, uram! Indulás!
Viszont most meg lesz. Meg neki szerencsére nincsen paralizálója. Az ellen csak fegyverzavaróban tudok védekezni, és az viszont nem. Nézzük, megvan talán. Nem élőtt. Most megvan. Oké, okay. Bum. Ez az. Nehéz lézzel el, azért meg egész eredményesen lehet a vadászok ellen is lézni. De most, hogy kifejeztem az antigravitációs tankot nehéz talannyal, az már gépágyús erőd ellen is jó. Igen, uram. Indulunk az új pozícióra, uram! Fogtunk egy ellenséges kérdőt. Most ez ráadásul alapváltó. Ellenséges fottát nézve. Jönnek odan. Akkor azok meg innen jönnek. Nagyon szép van így. Van egy nyerő kémünk. Mondjuk ez itt. Ez itt 11-es beszivárgással. Ugyanhoz már nekem egy bolygónyi forti, merre vannak. A kémed visszatért. 10 tankkal jön. Kérdés, hogy milyen tankja van. Ó, bazd meg. Ez jó, mert akkor ez egy, akkor ez kettős kém lett valószínűleg, hogyha visszajött. Igen, uram. Értettem. És jön a gyártó bolygóra. Na nézzük, milyen van neki. Előre! Értettem. Ja, hát ez egy baga, ez csak a szímes verzióban van meg ez a bug, hogy így bepörögnek a tankok. Olyan plac kell, ahol lehet visszavonulni. Ezek menjenek is ide. Ez legyen még is valamit. Indulunk az új pozícióra, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Célpont elmérve? Indulunk! Indulunk a pozícióra! Indulás! Célpont eltalálva, uram! Értettem! Indulás! Indulunk! Indulás! Igen, uram! Támadásra felkészülni! Indulás! Célpont! Megsemmisítve, uram! Értettem. Indulás! Uram, célpont kiválasztva. Uram, célpont nem érve. Támadásra felkészülni! Támadásra felkészülni! Indulás! Igen, uram. Indulás! Előre! Célpont nem érve. Célpont megsemmisítve, uram. Értettem. Indulás! Vettem a parancsot. Indulunk! Támadásra felkészülni! Indulás! Értettem! Célpont kiválasztva! Okay. Indulás! Uram! Célpont nem érve! Indulunk az új pozícióra, uram! Szonda! Célpont nem érve, uram! Eddig szórakozott itt, ameddig bejöttünk a távolba. Indulás! Oké! Okay. Célpont nem érve! Indulás! Indulunk az új pozícióra, uram! Célpont nem érve! A parancsot! Támadásra felkészülni! Indulás!
más személyei. Minél tovább lő távolon kívül kell tartani, különben bajra. Akkor ő menj! Célpont kiválasztva! Célpont nem érdelünk! Indulás! Oké! Okay. Indulás! Vettem a parancsot! Célpont nem érdelünk! Okay. Támadásra van készülni! Indulás! Uram! Indulás! Indulunk! Indulás! Indulunk az új pozícióra! Vettem a parancsot! Vettem a parancsot! Támadásra van készülni! Indulás! Oké! Okay. Támadásra van készülni! Indulás! Indulunk! Célpont kiválasztva a parancsot! Indulás! Indulunk! Célpont kiválasztva! Indulás! Értettem! Célpont nem érte! Célpont kiválasztva! Előre! Indulás! Értettem! Célpont kiválasztva! Célpont kiválasztva! Indulás! Oké! Okay. Oké! Okay. Támadásra felkészülni! Indulás! Értettem! Indulás! Uram! Célpont kiválasztva! Indulás! Indulunk a pozícióra! Indulunk a pozícióra! Uram? Ne menj olyan közel! Indulás! Ezek az apró babok, ezek még a megkeserítik az ember életét. Támadásra felkészülni! Célpont kiválasztva! Indulás! Uram! Indulás! Uram! Indulás! Uram! Indulás! Uram! Majd most már hamarosan kifesz az apró levitációs tank, az olyan... Úgy, hogyha a nehéz tornyot nem is fejlesztem ki, de a tanktest erősebb lesz. Még 5 lövés és megvan. Negyedik. És akkor jövj rá még egyet. Nem lassabb pedig. Viszont az a baj, hogy így viszont jár előre. Nem tudom, hogy milyen van neki, az a baj, mert... Mondjuk, hogy a 10-es sebesség, akkor valószínűleg nincs még korvettje. Úgyhogy, hát... Le kéne próbálni megtámadni. Jelentkezem, uram! Célpont kiválasztva! Ha a sebessége még 10-es, akkor maximum a 2-es hajtóhúnnél tartott, tehát... Talán nincs még korvettje. És akkor viszont nincs paralizálója. Mert az a baj, hogyha van paralizáló és paralizál, akkor, akkor nekem annyi. 10 hajó, 10 tank, tehát a, és a korvett az két tankot is vihet. Hát akkor véletlenül még csak lombolója, meg nehéz lombolója van. Szerintem nagyon remélem, hogy nincs korvettje. Mert ha van, akkor nekem beszeltek. Jó, hát úgy látom, csak a lomboló, nehéz lomboló, király. Jó, nincs korvettje, akkor megnyugodtam. Indulunk a pozícióra! Indulunk az új pozícióra, uram! Akkor megnyugodtam. Torpedói meg nem ellenfél, mert azt az ellen tudok védekezni. Hát lesz alá nézzük egy kicsit tovább. Indulunk az új pozícióra, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Jelentkezem, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Biztos benne, uram? Menjünk. A hatot kilőttünk. Legalább kevesebb tankkal tud visszajönni. Százhoz megy a lófaszél, de hogy most miért támad meg? És általában az anya az úgy dolgozik, hogy nem támad, csak a csalkó, hogyha lassabb nála. Tehát hogyha tud bolygózni valami. Mindig bolygóra megy, tehát flottán csak akkor támad általában, hogyha lassabb valamelyik flottán nála. Most nem vagyok lassabb. Sőt, gyorsabb vagyok, tehát el is tudnék előre menekülni. És amit lesz, akkor korvettje, már menekülnöm kell. Nem vagyok nagyon fölénybe. Tényleg, hogyha nem vonulok vissza, akkor legyőzött volna. Mert van... Egyébként tűzelébe fölénybe van, és szerintem csak azt nézi ilyenkor, akkor, hogy mikor arról dönt, hogy megtámad vagy nem támad. Ha sikerül megsemmisíteni a flottáját, akkor már mi rendben vagyunk. Akkor bolygót nem tud foglalni. Igaz, hogy sokszor én sem tudok, mert a túlerős a védelem egy bolygón, de ez az a padhelyzet általában nekünk jó. Ez egy több fontos háborúban is, hogy azért így féken lehet tartani, csak legalább annyi űrhajó kell.
már csak vadászai vannak, az... az jó, mert az a lánkozban nem veszélyes. Indulunk! Oké, értettem. Támadásra felkészülni! Jelentkezem, uram! Nézzük, milyen van. Jaj, van korvettje. Várom a parancsát, uram! És lehet, hogy tud paralizálni. Úgy látom, nem paralizál, úgyhogy... úgy jól legalább paralizáló nem kapott. Igaz, hogy egyen én sem tudok ellene mit kezdeni, mert mindig másikat bénít. Végig egyet... egyet kéne végiglőni. Egyet kell paralizálni végig. A parancsa. Indulás! Oké. Értettem. Indulunk az új pozícióra, uram. Oké. Ez így babada munka lesz. Célpont kiválasztva. Ameddig nem készül el a másik. És milyen csak ilyen nagyon szalgyátó bolygóim vannak, nem tudok. Oké. Vettem a parancsot. Lenne, akkor kicsit gyorsabb lenne. Szóval pajzs nélkül meg elég hamar kinyírna. Szerintem még az lehet, hogy a harci átszázót kifejlesztem, mert akkor nem lát. Bár ez a gépen sokszor nem érdekel, hogy egyébként megláthat. Mellé ment. A kurva életbe ez mellé ment. De nem. Azt hittem egy pillanat, hogy mellé ment. Indulunk a pozícióra. Ez az!
új pozícióra, uram! És akkor a következőt fogja mellé lőni. A harmadikat mindig szokta mellé lőni. Talán az most megvan. Talán még egy lövése lesz időnk. Már talán el tudok bánni. Vagy az... az övének erősebb a tűzereje is, mint az enyém. Igen, neki is van, okay. Van lézer, meg ágyúja is, az a baj, hogy ágyúja is van. Mellé ment. Igen, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Igen, uram! Ez az! Igen, uram! Értettem! Lőnöm kell még egyet rá. Megvan, jó, felrobbant. Vettem a parancsot. Igen, uram. Vettem a parancsot. Oké. Okay. Igen, uram. Ó, már csak egy van? Igen. Értettem. Vettem a parancsot. Tudok még egyet paralizálni, akkor megvan. Hát így nem lő ki. Hú, ez megvan. Az egyik szállítmány meglett. Sikerült megvédeni. Vissza kell csippentenem az adót, hogy gyorsabban növekedjenek. Vettem a parancsot! Igen, uram! És akkor most kéne a... lecsapni a vodanokat is. Vodannak ilyen van. Van lebegtetői, azt el lehetne csorni tőle. De nem kell, már az antigravitációs tank után már nem kell. Csak remélhetőleg majd akkor nem most kell még azért a kristályok után is kajtatni. Jó, mindjárt kész van, akkor nem be sokáig védtem az a... Indulunk az új pozícióra, uram! Vettem a parancsot, uram! Kérdés, hogy hol? Oké! Csak hogyha most meg okay. Elkezdek a kalózokkal hadakozni, akkor beadja azért a cickafarkos azért a kalózflottát, akkor végünk van. De nem korvettje van, nem. Igen? Indulunk a pozícióra! Vettem a parancsot! Ez az! Indulunk! Igen, uram! Indulunk! Oké. Az egyikre már nem szedte a pajzsot. Igen, uram! Csak az egyiket kell. A parancsa? Ez még van pajzs, úgy az. Várom a parancsát, uram! Csak lőj!
most már azért eléggé sikerült megritkítani. Már kisebb itemben azért gyilkolja a hajókat. Már csak kettő van. Csak találnom kéne egy bolygót. Igen, uram. Ahol leledzik. Ez egy utálmadófilm? Nem egy utálmadófilm. Ezt viszont meg majd elküldjük támadni, ez egész jó. Nézd, hogy... Szedezzen már nekem egy bolygó nyitott a Godantól. Bár a Godan meg az a baj, hogy erős kémba. Indulunk az új pozícióra, uram. Értettem. Indulunk a pozícióra. Értettem. Fejlesztünk tankot, visszaállunk az űrhajó fejlesztésre. Kapcsoljuk le. Azt és azt és azt is építünk még egyet. Ide is építhetünk egyet. Ide nem, 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 nem. Van a fő bolygón ez az. Antigravitációs tank nehéz tudom, de az egyenlőre elég. És most már ideje szintet lépnénk ott is. Várom a parancsát, uram. Oké. A kémed visszatérsz. Támadásra felkészülni! Kockáztassunk, de az le kell csapni. Pedig úgy már legyen át. És akkor most egy kis pauzemel telefon van. Technikai szünet, mert felhívtak. Tehát akkor most azt a Godan bolygót lecsapjuk, kerül, amibe kerül. A parancsa. Végül is van három láztalpas, meg egy antigravitációs tankunk, azzal már az egész ilyen jó eredményre nem szoktunk. De pont a másik, pedig azt érdemes megmenteni, mert hajókat fejlesztenek. De hát most nem tudok vele csinálni. Indulás! Na, nehéz lézer, de talán sem tudjuk. Az a baj, panavizáló üdvénben mi álljuk el lenne. Viszont nem volt rajta védelem, csak üdvénben mi álljuk itt. Az viszont... Ennek viszont mi nagyon tudunk örülni. Igen, uram! De egy tankot itt vagyunk, hogy nehogy visszafoglalja. Igen, indulunk az új pozícióra, uram! Szamaz. És van itt egy pár bolygója, na nézzük melyik a fő bolygó. Most már muszáj mi boldogat lakni. Az lesz a fő bolygó, a 30 ezeres. Ezt nem védi semmi, csak egy űrvédelmi ágyú. Ezt is csak egy űrvédelmi ágyú védi, akkor ezeket le tudjuk szedni. Megsemmisítették a műholdat. Hát jó, mondjuk tankja az lehet, hogy van, de... Az minket nagyon nem érdekel. Az a baj, hogy... Igen, uram! Ahhoz kémműhold kell, hogy lássuk, de az még nincs kifejlesztve. Igen, uram! Mondjuk vettem bajnak nem baj, az sem, mert... Vettem a parancsot! Célpont yeah. Kiválasztva! Most rálevők, hogy jöjjön közel. Támadásra felkészülni! Indulunk! Uram! Három tank, az simán. A parancsa? Oké! Indulás! 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 Indulás
hogyha jó a gyártókapacitása, a parancsa, akkor akár még egy tankot is gyárthatunk. Hát, meghagyva, de annyira nem jó. És akkor nem kell visszamenni tankokért. Ez meg nem is rossz ötlet. Fennhagyjuk a... Hát ami alatt, és akkor gyártunk ide, itt is tankot. Várom a parancsát, uram. Célpont elérve. Mert hogyha itt hagyjuk a... Igen. És hagyunk itt egy tankot, hogy le tudja visszafoglalni. Igen, uram. Célpont kiválasztva. Hogy gyártatom Dragunfot is. Az a baj, hogy nem lehet ezt nem lehet fejleszteni. Anélkül meg elég gyenguszka. De meg lesz a nehéz korvett, akkor már azt fogom gyártani. Hogy állunk? Hát, űrhajó laborra még szükségünk lesz egyébként is. De amúgy kell majd ezért. Hajó, az kell. Mert 16 kell ahhoz, hogy mindenki tudjak fejleszteni a csatahajót is. Két gondolom adat üzent egymásnak. Aha, jó, oké, a Toluán meg majd gyilkolja a Godant, jó. Hát ez meg, te meg ki vagy? Ajjaj. Bizony. Igen, kikös. Kinyírták az egyik izénket. Most így buktam pénzt. Indulás! Valamizáról nem rombolja az új energiágyút, de kettővel már mondom, le lehet csapni. Akkor sikerült bezúzni, őt is. Ezen nem volt semmi. Igen, uram! Célpont elérve! Ez lesz a fő bolygója, szerintem. Ez már lesz komolyabb védelem. Pár tankja van. És mind lánccalpas ágyunk toronnyal. Azt egy szám antigravitációssal is meg tudjuk. Igen, uram. Sőt. Indulunk. Értettem. Felmegyek a műelemet. Annyi. Hogyha fölmegyek valamelyik hegyre, akkor oda nem tud utánam jönni. Oké. Indulunk. Igen, uram. Értettem. Vettem a parancsot. Indulás! Vette a parancsot! Indulunk az új pozícióra, uram! Így nem tud feljönni. Célpont kiválasztva! Vettem a parancsot! Célpont nem ér! Indulunk! Indulás! Oké! Oké! Célpont kiválasztva! Indulunk az új pozícióra, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Indulás! Értettem! Célpont kiválasztva! Vette a parancsot! Igen, uram! Indulunk az új pozícióra! Indulunk az új pozícióra! Ez az! Célpont bemérve! Vettem a parancsot! Indulás! Ellenségbe semmisítve! Támadásra felkészülni! Indulunk! Indulás! Oké!
Támadásra felkészülni? Ez a... Célpont kiválasztva. Oké. Támadásra felkészülni? Igen, uram. Az. Célpont kiválasztva. Indulunk. Ez az. Célpont kiválasztva. Ez az. Célpont. Megszűnjük az új pozícióra, uram. Indulás. Értettem. Indulás! Indulunk az új pozícióra, uram! Ez az! Célpont kiválasztva! Célpont bemérve! Előre! Célpont kiválasztva! Értettem! Indulás! Célpont kisemmisítve! Előre! Indulunk! Támadásra felkészülni? Indulunk az új pozícióra, uram! Célpont kiválasztva! Indulunk az új pozícióra, uram! Ellenség indulás! Ez fájni fog! És így sok gyár van, amit el lehet adni. Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram. Új épületet találtál. És megvan a vár, igen. Végre legalább valami megvan. Igazából az a baj, hogy a 30 ezernél megtudottan a népesség növekedés, ha nincsen stadion, meg ilyen 20 ezer fölött meg már így állnak a szokatkozó helyek miatt, úgyhogy ez mondjuk nem baj, hogy ezek megvannak. Várom a parancsát. Célpont kiválasztva. És ki kell fejleszteni majd a csatahajót is, mert a Krahennek ellen kell, kell azért a fegyver zavaró, meg az LCM is, mint védelem. Nehéz korvát után, mert nekem is ki kell fejleszteni a 30 ezernél meg a fegyver zavarót, mert összeakad a valaki, akinek már van paralizálója, akkor végem van, de azok nincsenek meg. Még levegtetője már van, úgyhogy ez nem fog működni. Felmenekülök a hegyre taktikám, nem fog működni, mert van már levegtetője. Viszont a lőtávon erősebb. Úgyhogy az marad. Na simán jön utána. Visszatámadni sem, mert... Még a gyárt is lehajó, a tankot így nem tud felvenni. De beám? Na bum. Antigravitációs tank és nehéz torony. Elfoglaltál egy bolygót. Jelentkezem, uram! Na nézzük. Van rajta tankjár, azt tudni, mert egy gyártott tankot.
Igen. Igen, uram. Elfogtunk egy ellenséges kémet. Na ne, ha megint... Igen, uram, semmisítve, uram, oké. Ja, igen, hogy ez a drogfüggő katonák. Építeni kell két kórházat, az megoldja. Várom a parancsát, uram. A fejlesztés befejeződött. Értettem. Na nézzük, melyik kémet fogtuk el. Most már amúgy is anyagolt kicsit a kémeket. Hát veled nem csináltam valami jó vásárt, de nem baj. Inkább engem erősítsen, mint a... Még gyengítsen. Még egy ráadásul gyengítem az Iberont is. Meg is van. Kereskedelmi képernyőt nem használjuk. Toló ennek is elég sok bolygója van. Az a baj, hogy... Még őket is diplomáciával, hogy állunk. Hát, ha ide adja a lebegtetőt. A lokalizációs infó tökéletes. A fejlesztés befejeződött. Nem a harci számítógép kell, azt úgyse fogjuk használni, hanem a fegyverzavaró. A parancsa! Jó, Antalinak annyi. Az mondjuk nem baj, mert ők... De ők is tudnak szivatni. Igen, uram. Jó, frissen kommunizál. Igen, uram. Indulunk a pozícióra. Akkor csapjuk le. Ellenséges flottát észleltünk. Jön a Godan, de melyikre? Nem, az Iberon jön. Ez se baj, mert mindegyik bolygón van tank arrafele. Ezen is van valami. Király, ezen is van. Akkor jó. Akkor jöhet. Elfoglaltál egy bolygót. Jelentkezem, uram! Hát mondjuk egy új átok bolygó lesz. Indulás! A fejlesztés befejeződött. Oké, akkor most mit fejlesztünk? Négyes hajtóművet, mert akkor gyorsabbak leszünk. Jó, nincs tankja, úgyhogy a bolygóni a szételen, azt rúg, Két birodalom hadat üzent egymásnak. Várom a parancsát, uram. Azt meg elintézte a turván, oké. Indulunk. De elméletileg nincs több bolygója. Igen, uram. Igen, uram. De megy a Godan visszafoglalni. Igen, uram.
kapitulált egy újabb. Ah, jó, akkor a Godannak annyi. Akkor még le kell csapni az Iberonokat, ők itt vannak, aztán meg a Toló eneket, mert az a baj, jön a Krahen. Úgyhogy a Toló eneket egyenlőre ne. Azokat inkább meg kéne védeni, hogy aztán ne engem piszkáljon, vagy ne találjon be a Krahen azonnal. Bár most nem tudom, hogy még mennyire erős a Krahen, az a baj. Őket még nem látjuk. Viszont megtalálja a Toló eneket, akkor nekem is annyi lesz. Úgyhogy gyorsan most rohan tempóba fejlesztünk, minimum nehéz szilkáról kelleni fog, hogy eredményesen tudjak ellene harcolni. Ja, az Iberon. Oké, hát az jöhet. Mindjárt odaérek és lecsapom. Jelentkezem, uram! Jelentkezem, uram! Igen? Indulok a pozícióra. Vettem a parancsot. Indulás! Vajon melyiket akarja most elkapni? Aha, és kolonizál. Nagyon helyes. Kolonizálj csak pici nyelv, mert nekem fogsz. Vettem a parancsot! Indulunk! Jaj, vadászod van. Igen, uram. Indulunk a pozíció! Indulunk! De mindig nehéz gondolok már, de jó. Valószínűleg a Krahen megtalálta az Antalit és kinyírta, az, aminek mi roppant módon örülünk, mert ők még a szivatósok, a paralizálót használók, mert a Krahennek viszont nincs paralizálója, úgyhogy velük is most kéne összecsapni, mikor mi nem annyira erősek. Hangvasztója még biztos nincs. Tehát akkor elég csak a torpedók ellen védekezni. Nekik már nagy a flottájuk ott, mert az a baj nagy a flottájuk, viszont le kell csapni az Iberonokat, hogy abból az irányból ne szórakozz az Iberon. Tehát az biztos, az Iberonnak ezt a két bolygóját le kell csapni. Előbb-utóbb feltöltjük itt kémekkel a helyzetet. Toduánhez már nem kell bolygóink fogni, mert azt lehet csinálni, hogy elbújtatni, hogy a Krahen ne találja meg őket. És akkor addig nem, mert a gép annak a másik sajátos, hogy hát ilyen harcmodoljuk, hogy nem üzen hadat addig, ameddig a két fontos háború sose vív, tehát ameddig le nem győzött valakinek, akinek hadat üzent, addig nem fog másnak. Tehát, hogyha valakit a Krahen megtalál, és elbújtatom őket valahogy, mert ők nem tudnak kémkedni, itt tudom én, megyek ezt a bolygót odaadnám nekik, akkor azt a büdös életben találnám meg, és addig nekem sem fog adat üzenni. Tehát így a vételességgel lehet húzni. Na pont ez nem fog hiányozni majd, hogy ilyen random koordinátákból jöjjenek a kalózók, mert azok radarhatáron túl vannak mindig, és paralizálva se minden korvettekkel, úgyhogy azt most hanyagoljuk. Inkább... Igen, uram! Először inkább, hogy egy gyerekeket bekontent várunk. Bár most lesz űrhajólaborunk bőven. A fejlesztés befejeződik.
kifejlesztjük a fotoradart, mert a Chabon még játékban van, és ő használ látszázót. Ellene meg kell. Gyártunk cirkálót is. Mert arra is szükség lesz még. Pedig valahogy népességrobbanást kéne előidézni. Legyen gyártó bolygónk. Van itt viszont még egy, ami viszont elég új gyártó bolygó lenne. Ezt kéne valahogy jobban felturbózni. Majd. És az űrhajókat innen gyártani. Ekonomizált egyet. Indulunk. Indulunk az új pozícióra, uram. Indulás. Jelent meg vagy. Ez nem most kolonizálta. Azt hittem, szerintem most akar békét kötni. Megnem támadási szerződést. Megnem támadási szerződést, hogy jó van, akkor látom, hogy milyen találmányai vannak. És akkor ezért, és meg lehet tőlük venni. Na nézzük, mit akar. Mondjuk az meg a másik jó benne, hogy nem vonja vissza. Nézzük, hogy neki milyen van, mert csak arról tudunk, amit... Hát, ha eladja. Nem. We've achieved a great... kurva életben, na... Ezért jó még a mentés-visszatöltés módszere játszani, mert most hatalmas előnyet vonni, hogy tudom, hogy ha beadja ezt a küldetést, akkor nem a fotoradar, hanem a nehéz cirkálót fejlesztette volna. Sokkal több pénzt, és sokkal több fejlesztési időspóroltak volna meg vele. Ezt így random szokta beadni ezt az átadést az aktuális kutatásban, és most milyen jól jött volna, hogy azonnal cirkáló helyett lehet a nehéz cirkálót gyártani. Megspóroltam volna vele 303 nap fejlesztési időt, és 105 ezer pénzt. Hogyha ezt, ha elkezdem fejleszteni, és akkor azonnal... Nyilván ezt úgy lehet csinálni, hogy... ezt megkapod, akkor... hogyha visszatölt a mentést, akkor megnézem a dátumot, hogy mikor jött. Visszatöltök egy mentést, és egy nappal korábban elindítom a fejlesztést. De hát most ugye ez a nehezítés, hogy nem töltünk mentést vissza. Na, ezt kolonizálta most. Igen, uram, te a parancsok. Hány bolygója lehet még? Indulás! Még itt van még egy. Igen, uram, indulunk az új pozícióra, uram. És szépen megköszönjük neki, hogy kolonizál nekünk. Hoppá! Itt viszont vannak tankjai. De mivel fejleszteni nem tud, mert a fejlesztési kapacitását megszereztem, meg a gyártó kapacitását, meg a gazdaságát is, úgyhogy már kis bolygója. Szépen legaláljuk. Király. Azt szerintem ide menekült el. 300%-os gyártási kapacitás. Az nem semmi. Általában 250 szokott a plafon lenni. Indulok az új pozícióra, uram! Igen, uram! Indulok! Indulok a pozícióra! Indulok az új pozícióra, uram! Szerintem is már több bolygóra. Indulok az új pozícióra, uram! Indulok a pozícióra! Indulok az új pozícióra, uram! Vettem a parancsot! Indulok a pozícióra! Vettem a parancsot! Az a baj, hogy közben a Krahen is erősödik. Úgyhogy ha bedalál mindenkit, akkor nekünk végünk a jövő. Kapitulált egy újabb induló. Aha, jó, de az Iberont azt én írtam ki. Elfogtunk egy ellenséges kémet. Az meg már a Toluen kéme lesz. Küldjük hozzájuk bolygóinfóra.
Na nézzük ide. Mitek van? Jelentkezem, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Oké! Szó, hogy ő védelmi ágyú is van. Na megpróbáljuk még egyszer. Van egy. Igen, uram! Indulunk! Oké! Indulunk! Játékban ugye a minőség számít, nem a mennyiség. Pont van, nem. Jó ötlet volt most látni, kekezkedni a kalózokkal. Igen, uram? Hát jó. Kerekes tankjai azok. És sima liba, mert... Nincs. Bár van egy gépágyús erődje. Nem lehet lőtávon kívül szétlőni. Hogy lézertornyod is van? Az a nyapán. Arról nem volt szó. Igen, uram. De van nehéz szörnye is. De azt lövődnek először. A kurva életbe az visszabír lőni. Jó, a többinek nincs lebegtetője, úgyhogy az... Az nem célpont. De már nagyon rossz jön, meg lehet vigyázok. Nem is rossz jön, már nagyon. Na, ez viszont nagyon jól jött most. Ez kellett. A parancsa? És akkor mindjárt átállunk a... És akkor... Amint ez készen van, már nehéz cirkálókat fog gyártani. A fejlesztés befejezve. És akkor... Abból viszont nyomhatsz egy párat. Abból fog kelleni. Most már akkor fejlesztjük mindent. Mert itt csak élünk. Indulunk! Várom a parancsát, uram! De meg itt is van egy gyártónk. Király! Ott is gyártunk egy nehéz szirkálót. Azt gyártunk, de abból sokat. A kémed visszatért. Tudom, mert még azelőtt kéne lecsapni, mielőtt a Klahen megteszi. Értettem. A fejlesztés befejeződött. Most a csatahajó fejlesztés nem fogjuk megúszni. Bár én nem szeretem, mert a nehéz cirkáló is elég szokott lenni, de... Hogyha a Krahennek már lesz hamvasztója, akkor kell. Ameddig nincs hamvasztója, addig jó. Tudó, ennek biztos nincsen, általában ők a leggyengébbek. És nagyjából ők is, hogy... Tudom, nem ők Krahennei szerencsételebbek, mert nehéz cirkáló, vagy nem igazán van. Tehát távolsági fegyvere nincsen. Csak... Torpedó, ami érzi pajzs nélküli, hogy... A torpedót felrak távolsági fegyvernek, és akkor viszont nincs pajzsa.
Tehát gyakorlatilag védtelen. Két birodalom hadat üzent egymásnak. Hát ez frissen kolonizálta. A parancsa? Igen, uram! Indulunk az új pozícióra! Igen, a flottája. Oké! Igen. Indulás! Igen. Ellenséges flottát tisztelt. És szinte biztos, hogy nincsen neki. Igen, uram! Értettem! Értettem! Fejlesztés befejező. Anyagsugár, az a spéci fegyver, az kell. Vettem a parancsot, oké! Okay. Indulok az új pozícióra, uram! Indulás! Lepakolta a tankjait. Oké, okay, most már a flottáját nem kell kergetni, mert a... Nincsenek a tankjai, így a bolygó jön a veszélytelen. Nézd, te hülye, hova mész? Vettem a parancsot! Te Ace Combine! Na, náhogy besétálod, hát. Na, a másik irányba kellett volna menni, és akkor... Akkor sikerült volna kimenekíteni a harc térdőn. Számítógép, LCM, most fegyverszabadok el. Nehéz szirkálónál szintén nem. Paralizáló és antianyag. Meg nem, harci számítógép az nem sok mindenre jó. Úgyhogy na most akkor mit? Van ezek közé valami, ami még kell? Jó, ja, pajzs. Pajzsokat fejlesztünk, ágyunkat most nem kell, gyengébe. Elfoglaltál egy bolygót. Igen? Indulás! Igen, uram! Elfoglaltál egy bolygót. Indulás! Elfoglaltál egy bolygót. Uram. A fejlesztés befejeződik. Miért? Gravitációs pajzs, az kell. Már még korbát nem tudjuk föltenni, úgyse még. És jól számoltak, utána már csak a helynek vannak. Főbolygó lehet, mert ezen csak a két elődők vannak. A parancsa? Úgyhogy akkor ez a sima... Indulás! A két okay. Elődött így lőtávon kívül. Az már lézertornyos láncolapassal is lehet lőtávon kívül osztani. A parancsa? Oké. Okay. Értett. Indulás! Ez az! Értettem. Vettem a célpont,
elfoglaltál egy bolygót. Ez így király. Igen, uram, dolog. Indulunk az új pozícióra, uram. Na, itt vannak a hand, de még csak 12-es, úgyhogy nincs véghangosztója. Igen, uram. Indulás. És mi felfejlődve. Támadásra felkészülni? Indulunk a pozícióra. Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram. Támadásra felkészülni. Várom a parancsát, uram. A parancsa? Értettem. Igen? Indulás! A fejlesztés befejeződik. Hogy előbb inkább a megatankot. Vagy most ugrunk neki, akkor lenne, de ki van? Ja, még a sinarik vannak. Rohannek meg most még kevesebb bolygója van. Tehát lehet, hogy most kéne inkább nekik ugrani. Egy paradicáló, igen. Lavi pajzs. És bízunk benne, hogy nincs még hangasztóink. Várom a parancsát, uram. Indulunk a pozícióra. Tudom, hogy neki
ne csapja a flottáját még most. A parancsa. Támadásra felkészülni! A parancsa. A fejlesztésbe folyzik. Akkor meg a tank lesz. Megjön talany. Igen. Indulunk. Értettem. Igen, uram. Indulunk. Indulunk a pozícióra. Igen, uram. Indulunk. Értettem. Vettem a parancsot. Hát igen, csak itt az a lutri, hogy háborúba kilépnileg nem lehet, viszont valószínűleg nincs még hamvasztója, úgyhogy akkor még nyert helyzetben vagyunk. Paralizálóval, meg... Indulás! Meg egyéb távolsági fegyverekkel, csak hát... Várom a parancsát, uram. Meg kéne majd egy másik gyártóbolygót csinálni, ahol meg majd a tankokat nyomjuk. Innen meg gyártunk, akkor... Meg a tankgyárat kéne kipakolni. És akkor így már meg lesz. Tankgyár. Kérlek. És akkor most elkapunk. Két birodalom... Aztán elégedjünk, hát hogyha... Hogyha van hamvasztója, akkor beszoptuk. Bármi csak cirkálója van, akkor valószínűleg nincs. Mert a háborúból most már kilépni nem lehet. Torpedóit azt tudjuk hálítani, azzal nincs baj. Baj az ott keletkezik. Elősek a pajzsaink, úgyhogy daladig bírják. Biztos benne, uram! Jó, hát így még rendben van. Most kell lecsapni el, mert nem erősödik meg. Nagyon távolsági fegyverei nincsenek, csak a torpedó, azt meg tudjuk. Viszont kémektelén erősek, úgyhogy őket meg az előtt kell még elkapni. Nem hagyd meg erősítjenek nagyon. Neki van hajó manipulátoruk. Jól elfogynak. Na, már menekülnek. És akkor lassan most már számba is nem csak minőségbe, hanem mennyiségbe is felénybe leszünk. Igen, uram. Gyere csak, szerintem most már van neki 7, nekem 3. Elfújt a kavadászaik, legalább azokban kell szórakozni. Igen,
mondta, hogy a paralizáló előfeltöltődik, tehát paralizálni a hajót, és akkor ugye megbénul nem tud mozogni, akkor meg lehet grillezni az antianyaggal. Tökéletes. Na nézzük, hogy... Elfoglaltál egy bolygót. Aztán majd ha jönnek az iontorvias megatankjaink, akkor meg más ima így lesz a foglalás is. Igen, uram! Jelentkezem, uram! Támadásra felkészülni! Igen, oké! Értettem. Vettem a parancsot! Oké! Vettem a parancsot! Célpont kiválasztva! Elfoglaltál egy bolygót! Támadásra felkészülni! Ezek milyen bolygók voltak? Ez Klahán volt, jó? Találtál. Oké. Okay. Még az ezek szerint akkor még nem nagyon védi a bolygóit. Mondjuk igen, ide már fog kelleni a Megatank, mert már van lézeres erődje. A parancsa? Azt meg nehezebb lőpávolon kívülni. Milyen van? Ajjaj. A lézertornyos tankjai vannak. Már pedig a lézertornyos tankjai van, akkor van lebegtetője is. Mondani, hogy van neki. Megadás van antigravitációs tanke is van már. Szerencsére nehéz tornya még nem. Hogy szerintem kevesek leszünk, mint gyújtszarban a vitamin. De most már úgy vagy. Bizony, a lézeres elő, de ellen már kevesek vagyunk, úgyhogy... De komolyabb technika kell. Viszont mindjárt lesz. Ez egy megatankunk. Nézzük, hogy hova tettük a tankjárat. Kell majd megatank. Több. Már csak azzal lehet harcolni. A parancsa? Értettem. Így meg lehet oldani. Elfoglaltál egy bolygót. Oké. Igen? Igen? Mondjuk hány bolygónk van most. Összesen van 99 a játéktéren. Silanit azt lehet, hogy lenyomták már, és akkor már csak a Krahen van. Nem tudom, hogy Silanit lenyomták a Cheblont, vagy Antali Cheblon biztos. Todorant azt én nyomtam le. Vodant is én nyomtam le. Akkor már lehet, hogy csak a Klahán van. Akkor viszont úgyis majd könnyedögni fog kegyelemél. Idővel. Csak ki kell várni. Indulunk az új pozícióra, uram! És akkor amint lesz Ion tolgyunk, akkor... azzal lecsapjuk. Igen, uram! Ellenséges flották ízlelték. Indulás! Empire. Up until 1 month ago, we were enlisted with another empire, but they couldn't pay our wages, so we withdrew our soul. Várom a parancsát, uram! Nézzük, mit van.
Konvektői vannak volna a vadászai. Nem tudok mit csinálni vele egyenre, de majd van. Tankszállításra mondjuk jó lesz. Legyártott tankjai. De előbb-utóbb elfogynak a tankjai és a fújakat kell gyártson. Elfoglaltál egy bolygót. Jó, lepakolta a tankjait, azt nagyon is jól tette. A parancsa, indulok. Megyünk utána. Még eszébe se jusson felvenni valahol a tankokat. Oké, indulunk. Na. Igen, uram, értettem. Jó. Viszont mivel lassabb vagyok nála, hozza a cirkálóit. És előbb-utóbb kifejleszti a hamvasztósugadat. Igen, uram. Még azelőtt le kell csapni, mielőtt ez megtörténik. A parancsa, indulás! Jó, de még csak cirkálója van, addig komoly baj nincs. De majd, hogyha már lesz nehéz cirkálója meg hamvasztója, már pedig előbb-utóbb lesz neki. Hogyha elég sok bolygót összeszedett, akkor meg lesz neki. De addig kell minél jobban meggyengíteni. Meg előbb-utóbb majd meg a Zion tudatom, ami után meg lehet a csatahajót fejleszteni. Hogy legyen mire. Hogy neki lesz hamvasztó a dina, hogy nekem is legyen csatahajó. Az a baj, hogy csak a csatahajóval lehet egyszerre ECM-et, meg fegyverzavarót is tenni. Márpedig, hogyha az nincs, ha már van hamvasztója, akkor kell a fegyverzavaró, hogy ki tudjam védeni. Viszont akkor meg szétkap a torpedókkal, mert egy atomtorpedói vannak. És azzal simán szétkap. Indulok a pozícióra. Oké! Igen, uram? Tehát ez ilyen... Nem túl jó helyzet, mert... Indulunk! Igen, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Célpont bevérve! Hát akkor átesztjük a megatankra. Az ion tornyót, mert még ki kell fejleszteni a lebegtetőt is. És ott meg kell gyűjteni a flottáinkat egybe. Kezdődik a könnytestvériség. Már pedig most azért teljes történet nem fog kifutni, mert ahhoz az kell, hogy maradjon. Az egyik listát megtalálják, egyet megtalál egy kolóz. Egyik az valamelyik másik birodalomnál van, de ha már csak egy birodalom van, még a Klahen, akkor azt nem adja már be a második után. És az utolsó szokott a közék a hennél lenni. De valószínűleg hamarabb lenyomom, mint hogy... ...kijön. Nem szokott lenni, hogy az egyik egy másik bidodalomnál van, aztán vagy diplomáciánál kell megszerezni, vagy meg kell venni jó sok pénzért, vagy le kell csapni a bidodalmat. Fogok dolgozni. Indulás! A parancsa? Értettem.
támadásra felkészülni. Az a maximum egy gedőd lehet, jó? Akkor az lesz csapva. Többi, hát az lézeres erőd, akkor az nem. Majd kifejleszik a kémbő oldalt, hogy tudjak tenni azért is rá. Elfoglaltál egy bolygót. A fejlesztés befejeződött. Kémbő oldalmat már a tankok is látszanak. Várom a parancsát, uram! Van egy ilyen baga játék, vagy hát nem biztos, hogy bug, de... De hogy nem lehet, hogyha ma a kémboldot kifejezheted, akkor ma sima műholdat nem enged kirakni. Nem, hogy is még kifejezheted. Új kém érkezett a központodban. Ha is ennyi, és akkor a kém műholdat utána már csak azt lehet tenni. Jó, ezen viszont csak gépvágyús erődők vannak. A parancsa? Ennek neki mehetünk. Indulás! Addig is, ameddig a főjúgotta odaér. Várom a parancsát, uram! Igen, uram! Egyem az uzádat. Elfoglalták a bolygót. Indulok az új pozícióra, uram! Célpont kiválasztva! Megsemmisítették a műholdat. It is indeed some sort of data storage device, though unfortunately, apart from the header file, we've been unable to crack the encryption. The header states that it contains classified data on the modification of human DNA. Radioisotope dating procedures put the time of manufacture somewhere around 9 centuries ago. We believe so. Now that we've got a radar signature for this type of crystal, we can reprogram our scanners to search for it anywhere on the planet's surface. The ID code for each crystal should be, I don't think we can afford not to. The majority of the public feel that this is an historic find, and they can't understand why we're dragging our feet. The more fanatical element, not so diplomatic. Elfoglalták a bolygót. Igen, uram! Célpont kiválasztva. Na, király. Igen? Jelentkezem, uram! Értettem. Támadásra felkészülni. Indulok az új pozícióra, uram! Értettem. Oké. Indulok a pozícióra. Célpont megsemmisítve, uram! Vettem a parancsot! Indulunk a pozícióra! Oké! Fájni! Eltaláltuk az ellenséget, uram! Ez az! Megsírjunk az új parancsot! Megsírjunk! Parancsú térpont kiruhálva, uram! Vettem a parancsot! Tűzási! Elfoglalt! Eltaláltuk az ellenséget, uram! Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram! Jelentkezem, uram! Indulás! Eltalált! Elfoglom! Igen! Elfoglom, Marci! Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram! Indulás! A parancsa? Értettem. Indulunk. Értettem. Elfoglaltál egy bolygót. Jelentkezem, uram! Indulás! Igen, uram! Értettem. Várom a parancsát, uram! Igen? Célpont kiválasztva! Lápoci, nem vár! Várom a parancsát, uram! Indulunk a pozícióra! Indulunk! Értettem! Most innen lesz, és akkor most kell minél több bolygót elfoglalni. Lehetőleg olyat, amint kutatóközpont van. Külhajó. Nem tudom, ez egy kutatóként. Elfoglalkozni! Hát így meg amint a lepettető, megvan. Két láb alá ugye a csatahajó fejlesztés is. Szóval már mostnak kellett volna csinálni, ez előbb, de mindegy. Indulás! Ennyi. Ennyi és nem több. Elfoglaltál egy bolygót. Ah, és akkor most szépen fejlesztjük a csatahajót. Kell hozzá. Hát van 29 magunk, és kicsivel több mint egy évben lehet csinálni. Indulás! Még csak cirkálója van, akkor nagy baj van. Parancsa! Oké! 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 Vettem a parancsot! Igen, uram!
növelni a gyártósév kapacitást. Szépen leszalámizzuk. Most, hogyha csak a klahán maradt, akkor a kémekre már nem, mert nincs szükség. Úgyhogy azok, hogyha felesleges már lehet nézegetni. Nekem van 39, akkor nagyjából kétharmad vagy fel annyi van neki, tehát akkor mondjuk te 18 bolygója még. Ez meg előbb-utóbb lesz nehéz előtte is. Például tangyártó bolygó volt, úgyhogy ez jó volt, hogy sikerült bezúzni. Jó, mindegy, ez nem tudom melyik volt, de ennek örülünk. Annyit kell így lendületből lecsapni, amennyit csak lehet. Lecsapjuk mindjárt. Indulunk az új pozícióra, uram! Előre! Már itt az a baj, hogy azon az oldalról kéne támadni, ahol nincsenek tankjai. Célpont kiválasztva! Tipikus az út. És akkor még egy pillanat a tankot megkerülik, addig az erőnek annyi. És mi felfejlődj le. Rázom neki a tatának, ő meg. És ott a vége. Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát! Elfoglaltál egy bolygót. Jelentkezem, uram! Új épületet. Indulás! Igen? Hát, de meg így. Indulok az új pozícióra, uram. Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram. És akkor még ezeket itt. Mert meg az valószínűleg oldalfele is vannak még bolygói. Azért, igen, uram. Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram. Célpont kiválasztva. Még ezeket kéne itt a sarokban már
ugye onnan jöhetnek még a meglepetések. Megsemmisítették a műholdadat. Jó, hát az annyi baj legyen. Azt még túléljük. Amúgy is már itt vagyunk a dalhatáron. Aha, és akkor is van. Csinálj egy kis egyet, akkor le kell csapni. Jelentkezem, uram! Értettem! Igen? A fejlesztésben. Célpont kiválasztva. Úgy van. Elég az, hogyha beijeszted valahol, és akkor ledakja a tankjait, onnastól kezdve meg már veszélytelen a bolygóinkra. Igen, uram! Indulás! Indulás! Most már csak a... Már csak lánctartosokkal jön, de legalábbis ezek valamelyen... Előbb-utóbb elfogynak a tankjai. Amiket korábban legyártott, és akkor viszont... Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát, uram! Célpont kiválasztva. Hey, Mr. Big. While I was on a business trip, circumstances forced. De jó. Most még akkor harcolni kell az aszteroidáknál is. Oda viszont csak vadászokat lehet beküldeni. Van megatankja. Igen, uram. Fejlődik. Most már antigravitáció és a megatankja is van. Így de keményebb ellenfél lesz. Igen, uram! Értettem! Itt már egyre nehezedik a helyzet. A parancsa? Célpont bevérve! De mindjárt akkor jön. Igen? Viszünk tankszállító. Célpont bevérve! Viszünk oda tankot. Jelentkezem, uram! Ez az! Bolygó nem tud arrébb menni, csak arra kell vigyázni, hogy ne nyírja ki a flottát. Mert sokkal nehezebb. Akkor lehet, hogy már van honvasztója. Célpont kiválasztva!
két gépárgyós, meg három rakétás erőt? Vettem a parancsot. Értettem. Oké! Indulás! Indulok! Támadásra felkészülni! Oké! Célpont kiválasztva! Elfoglaltál egy bolygót. Oké. Okay. Várom a parancsát, uram! Indulok a pozícióra! Ez az! Valami kicsinyom. Valami elszökik arrafele. A parancsa? Várom a parancsát, uram. Uram? A parancsa? Igen? Indulunk. Igen, uram. Értettem. Várom a parancsát, uram. Megközelítési vektorok beállítva. Indulunk. Jelentkezem, uram. Vettem a parancsot. Jelentkezem, uram. Indulunk. Igen. Indulunk. Igen, uram. Elfoglalták a bolygót. Indulunk az új pozícióra, uram. Várom a parancsát, uram. Akkor neked most annyi. Célpont bemérve. Elfoglalták a bolygót. Igen. Indulás! Csak a kétás edít. Az jó. Ellenségünk megsemmisítve! Célpont megsemmisítve! Célpont megsemmisítve, indulás! Támadásra felkészülni! Ellenségünk megsemmisítve! Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát, uram! Célpont kiválasztva! Elfoglalták a bolygót. A parancsok? Célpont kiválasztva. A flottád elvesztette a célpontot. Értettem. Oké. Jelentkezem, uram. Ellenséges flottát ízleltünk. Célpont kiválasztva. Csak nem meglepne ki a hangasztó. Oké. Nagyon bátor. Lepanalizálás, aztán meg. Oké. Jelent a... Itt volt tangyár. Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát, uram! Várom a parancsát, uram! Értettem. Igen, uram. Igen, uram! Indulás! Már a nehéz totornya megvan. Elfoglaltál egy bolygót. Viszont mása nincs. Úgyhogy... Jelentkezem, uram! Oké. Jelentkezem, uram, az új pozícióra, uram. Vettem a parancsot. Ez az! Igen, uram. Igen, uram.
Várom a parancsát, uram. Vettem a parancsot. Nem a csontszállításra, jó vagy. Igen, uram, indulunk. Igen, uram. Értettem. Ez az! Igen, uram. Igen, uram. A parancsa? Indulok az új pozícióra, uram. Indulok a pozícióra. Vettem a parancsot. Oké. Elérkeztünk. It's just me sending one or two fighters and try to get them close enough to the crystal to use tractor beams. Jelentkezem, uram! Indulunk! A vadászokat kell beküldeni. Are you sure? A videót nem adta be. The fleet's returning now, sir, but we've taken some casualties. Some of the older fighters didn't fare so well inside the asteroid field. Na nézzük, mit kaptunk. Szerintem ja, ez valami hamvasztó behemót. Aha. Ez egy cirkáló szintű, és majd rajta hangasztó sugár. Igen, uram? Ja, de megvan még a sinem is. Szóval... jó lesz óvatosnak lenni velük. Várom a parancsát, uramásra felkészülni. Elfoglaltál a bolygót. Célpont belérve. Igen. Célpont kiválasztva. Igen, uram. Valószínűleg is jól ja, nem, ez még a plan. Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram. Azt meg nincs tankom. Indulunk. Ja, nem vettünk fel tankot. Bassza meg. Ellenséges flottát észleltünk. Hol? Igen, uram! Mindegy, akkor egyenlőre. Értettem. Ellenséges flottát észleltünk. Most hagyok egy rezerváltumot a Krahennek, mert még ezt a kalózos küldetésre kíváncsi vagyok, ez melyik. Igen, uram! Na, hát ti meg mit akartok? A parancsa, indulunk! Indulunk a pozícióba, oké? Nem sok esze van, hogyha így betámadod, de hát ő tudja. Most lehet megmurdálni. Jelentkezem, uram! Na gyere, okay. Legyél föl tankot. Épületkomplexum. Igen, uram, ez az! Vettem a parancsot! Jó, most már nincsen jelentősége annak se, hogyha... Értettem. Gyorsabban robbangatja a hajókat. Mert nem tud olyan gyorsan hajókat robbantani, mint ahogy én gyártok, úgyhogy... A parancsot! Nincs jelentősége, hogy mennyit robbant föl. Jó, most már... Értett, célpont kiválasztva! Mert már régen gyorsabban gyártom, mint ahogy azért robbantgatni képes. Úgyhogy jó, felrobbant egy-két hajót, mert az... Vagy esetleg pénzt lop, már az se nagyon számít, mert van bőven, tehát most, hogyha ellop egy pár tízezernyi pénzt, az se nagy probléma. Hát lopja, hogyha kell neki. Igazából a Krahennek is valószínűleg már ez az egy rezervátumban van csak. Sőt, ki van fejlesztve a csatahajó, most már akkor jó lenne azt gyártani.
ha már van, akkor gyártsuk. Tehát nézzük csak, hogy hogy néz ki ennek azért a HP-ja, csak a nehéz szírtanak is a csatahajónak, mert már 369-es HP-ja van. És rakunk rá paralizálót, amit is jövel ad, a fegyverzavarót is. És így lesz az igazi. Nincs a 2200-as jó a tűzelő arci számítógéppel több, viszont ez, így, így ez ezzel jobban járunk a távolsági fegyverek miatt. Na, kerekes ránctalpas, hát igen. Jó, hogy nem az elején csaptuk le. Elfoglaltál egy bolygót. És akkor most mit mondtok a paralizókkal? Ellenséges flottát izlendő. Célpont kiválasztva! Hát ezek se zavarnak már túl sok vizet, milyen van. Rombolója csak. Tényleg. Tényleg rombolók is tovább be. Fizetes se zavar. Túl lézel, de simán. És sikerül tudom már lőni. Sőt, szerintem már most átteszem szimulálásra. A sereget legyőzt az ellenség. Csak nehogy úgy maradjon. Ja, itt lehetett van a kalózlányt felelzségű venni. Oké. Igen, uram. Célpont bevérve. Elfoglaltál egy bolygót. I've just received the red... Van egy cirkáló, jó. Igen. A fejlesztés befejeződött. Na itt legalább tényleg cirkáló, általában, hogyha a csatahajót írod, vagy valójában a romboló. Most kicsit idegi volt a még bolygója, hogyha ezt akarok lenni csak. Igen, uram! Indulunk! Indulunk a pozícióra! Vettem a parancsot! Kapitulált egy újabb irodalom. Aha, és akkor a Sinadi az még nem akar békülni? Forrékét lehet kéműholdal is szerezni. De hát még csak itt az előreség látjuk. Célpont kiválasztva! Igen, uram! Célpont kiválasztva! Két birodalom hadat üzentek. Jelentkezem, urunk, az új pozícióra, uram! Elfoglaltál. Várom a parancsát, uram! Pozícióra, uram! Igen, vettem a parancsot! Oké! Okay. Indulunk! Elfoglaltál. Manőverező hajtóművek okay. Bekapcsolva! Célpont bemérve! Új épületet találtál. Indulás! Elfoglaltál! Már lassan meg lesz minden épület. Elfoglaltál egy új. A fejlett gyárakat kifejlesztetném, de hát most már nagy jelentősége nincsen. Célpont bemérve! Most átrakhatjuk szimulálásra. Addig, ameddig a flottájával nem találkozunk. Ellenséges flottát ízlettünk. Hát nem tartott sokáig. Manőverező hajtóművek bekapcsolva! Most viszont le kell venni, mert az űrhajszimulálását, mert
Önne se tud, hogy tudja, milyen van. Megáldásul nem tüzé torpedó. De ilyen csak... ilyen gengusz. Csak nehéz gombolói vannak még. Ja, aha, persze, hajó manipuláló. Ez szopó. Igen. Ez beszoptuk, mert... ilyen... nem használ torpedót, tehát nem LCG-met kell hajókra tenni, hanem... fegyverzavarót, hogy semlegesíteni lehessen. Fegyverzavaró kell erre, mert torpedózni nem fog, még hajándékban megkapta a torpedót, akkor se használja. Egy fegyverzavaró kell, bizony mindenre. Úgyhogy... ja, és első polgászra meg fel se lehet lakni. Elfoglalták. Ez a célpont kiválasztva! Úgyhogy... igen, uram? Szépen ledalált egy flottát. Várom a parancsát, uram! Jelentkezem, uram! Baj, ezzel már nem tudom csapni. És az első harci álcázót is használ. Elfoglalták a bolygót. A parancsa? Célpont kiválasztva. Elfoglaltál egy bolygót. Oké. Indulás! Egy épületkomplexum megsemmisült. Nem van még valahol flottán? Igen. Elfoglalták a bolygót. Akkor még ezzel mehetünk rá. Értettem. Elfoglaltál egy bolygót. Igen. Indulok a pozícióra. Vettem a parancsot felkészülni. Indulunk. Elfoglalták a bolygót. Értem. Indulás! Épít rá valamit? Elfoglalták a bolygót. Aha, épít rá egy nehéz előzet. Igen, uram! Elfoglaltál egy bolygót. Hogy rohadjon meg? Elfoglaltál egy bolygót. Igen, uram! Támadásra felkészülni. Indulás! Elfoglalták igen, uram? A bolygót. Indulás! Mondjuk van 38 hajója. Ellenséges flottát ízleltünk. Figyeljük, egyébként fölényben van szám szerint. Jelentkezem, uram! Gyerünk hozzá közelebb. Indulunk! Mire feltöltődik neki rajta, hogy mondom, hogy van itt a látogat. Az több vadász, több ágyúja van. Jobb, ha meglépünk. Csillagtajó megsemmisült. Indulás! Jó, hagyd meg is még kémkedsz is. Indulunk! Elfoglaltál egy bolygót. Értettem. Várom a parancsát, uram! Elfoglaltál. Indulás! Értettem. A parancsa? Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát, uram! Támadásra felkészül, ilyen uram! Értettem. Elfoglalták okay. A bolygót. A parancsa, indulunk. Na, mert mit kéne? Ja, mert ágyúkat kell fejleszteni. Mert csak azzal van esélyünk ellene. A fejlesztés befejezett. Igen, uram!
Jaj, ne szimulál csata! Az hát. És viszont csak ezért. Csak lászalapos tankjai vannak. Jelentkezem, uram! Indulok a pozícióra! Csak ez is betalálta. Várom a parancsát, uram! Oké. A fejlesztés befejeződött. Igen, uram? A parancsa? Igen? Értettem. Igen, uram? Nem érjük utól, lenyomjuk. Igen? Tornyos, meg a tank az azért elég ki kéne, hogy legyen ellene. Hány bolygója van? Nem lehet, hogy a sok. Hát olyan... ötöde mind nekem, tehát meg egyébként is nekem van 54. Mert be van ide szodítva a sarokba. Úgyhogy sokkal több neki se lehet. Igen, uraké! Támadásra felkészül, értettem! Elfoglaltál egy bolygót. A fejlesztés befejeződött. Nem ezon álljuk el, mert... egy mezon álljuk el ellene. Jelentkezem, uram! Vettem a parancsot. És számbeli fölényre is szükség van. A parancsa? Igen, uram! A parancsa? Igen? Oké! Elfoglalták a bolygót. Értettem. Célpont bemérve. Úgyhogy meg valószínűleg csak cirkálója van. A parancsa? Majd megcsinálja. Igen? Indulás! Addig odaért a tankos volt. Aztán utána meg már szerintem ezzel már le tudom mondani. Vettem a parancsadásra felkészülni! Nehéz szilkálóra is rátesszük a mezon ágyút. A másikat úgy zavarni fogja, neki is van fegyver zavarója. Indulok az új pozícióra, uram! Támadásra felkészülni! Indulok az új pozícióra! Ez az! Indulás! Ez az! Célpont kiválasztva! Elfoglalták a bolygót. A parancsa? Támadásra felkészülni? Diplomáciai üzenetem érkezett. Na mit szeretnél? Elfoglaltál egy bolygót. Jól van, de tudod, na. Hajó manipulálót, azt az kéne tőle. Neki meg az a csúcs fegyvere, az meg csak a sinariknál van. Igen, uram! Oké! Igen, uram!
5 megatank az itt elvihezett, de mit tudom. Jó, mert szimulál csata sokszor egyébként szarul megműködik. Igen, uram! Egy csillaghajó megsemmisült. Ó, hogy kap be? Elfoglalták a bolygót. Na nézzük most, okay. Mit csinálsz. Ez az! Azt a csatahajók kilövik. De a csatahajók jobban bírják erősebb a pályázat, ez a pajzsuk. Nem. Mert meglépett, pedig az kilőhette volna. Na jó, hát ha nem. Akkor nézzük, van egy... Várom a parancsát, urás! Fű, igen. Jó, hát... Valahogy sejtettem, hogy könnyödök szak egy elemél. Oké, elfogadjuk, és akkor itt a vége. Na, tehát ez ennyi lett volna. Az embereket legnehezebb visszatöltés nélküli játék. Akkor ennyi. Sziasztok!